Sziasztok, Könke vagyok, ez pedig a Minden, ami családi ház podcast adása, és az okos otthonról lesz szó. Ha a zenét hallotok ezen az intro zenén kívül, szomszédban buli van, úgyhogy előre elnézést kérünk, megpróbáljuk majd a saját hangunkkal kicsit tompítani az egészet. A vendégeim a Yabu Home, jól mondom? Yabune. Yabune, így kell mondani? Így van, ez japán eredetű. Yabune Home-tól Láng Tamás, illetve Halmos Gyula. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Szia Zsolt! Kaptunk egy csomó kérdést a Facebookon is, de kezdjük szerintem egy általános dologgal, amiről így beszélgettünk már egy pár szót, hogy mi is valójában az okos otthon, illetve hogy miért van erre szükség. Nagyon sokan mondják azt, hogy ez egy teljesen fölösleges dolog az életünkben, urizálás meg hasonlók. Ezzel mi nagyon nem értünk egyet, ti a cégetek munkátok folytán, én meg egy nagyon végfelhasználója vagyok ennek a dolgoknak, és kurva sok pénzt előttem már itthon, hogy minden így automatizálva legyen. Úgyhogy én is tudok ezzel vitatkozni, de azért vázoljuk fel itt. Tamásnak volt egy nagyon jó elmélete a telefonokkal kapcsolatban. 8 évvel ezelőtt gyakorlatilag nyomógombos telefonokkal is kurva jól el voltunk, és most már azért egy érintőképernyő az egyáltalán nem a luxus. Ugyanez igaz szerintünk az okos otthonokra. Mi az, amit ti tudtok nyújtani egy épület okosítás, vagy nevezzük automatizálásnak? Igazából nevezhetjük okosításnak, automatizálásnak, korszerűsítésnek. Tehát amit mi elsősorban szoktunk az ügyfeleinknek nyújtani, az egy kis fény az éjszakába. Tehát nagyon sokan látják, hogy okos otthon, Alexa, Google Assistant, most már ha bemegy valaki mondjuk a MediaMarktba, Best Buy-ba, akkor ott vannak okos otthon sarkok, ahol tele van szórva ugye a polc mindenféle eszközzel. Viszont a felhasználók ilyenkor ugye ilyen shopping frenzybe mennek át, hogy mindent, ami tetszik nekik, így bepakolják a kosárba, és akkor hazamennek, és akkor szembesülnek, hogy akkor ennek is van egy applikáció, ennek is, de hogy de jó lenne, hogyha a kamerakép alapján mondjuk az Alexa azt mondaná, hogy szia, Gipsz Jakab, megérkeztél, felkapcsolódna a lámpa, stb. És akkor, amikor ezt otthon ugye kicsomolják, összerakják, akkor így nem működik. Vagy nem úgy működik, ahogy szeretnék. És amit mi adunk, az egy guidance elsősorban, valamint aki alapból úgy fordul hozzánk, hogy segítsünk neki tervezni, akkor tervezés. És tudtok valamit kezdeni azzal, hogyha oda rakják elétek ezt a doboznyi cuccot? Tehát be tudjátok integrálni, vagy azt mondjátok, hogy ezt felejtsük el, tudtok ennél jobbat? Nemet nem mondunk. Nemet soha. Ez az alapelv, hogy nemet nem mondunk. De alapvetően mindig el szoktuk mondani, hogy minek van értelme, és minek nincs értelme. Vagy mi az, amit lehet használni, mi az, amit nem lehet. De alapvetően azt gondolom, hogy azon a ponton, hogy rendszert próbálunk tervezni, illetve rendszerbe próbáljuk építeni ezeket az eszközöket, ki lehet cserélni, lehet pótolni, hozzárakni, tovább biztosítani ahhoz, hogy a megfelelő működést elérjük. Én csak annyit fűznék hozzá, hogy nemet nem mondunk, ez igaz. Azt is megmondjuk, hogy mi mit ajánlunk, hogy szerintünk mi a legjobb. Tehát ez nyilván ez egy kis bias a mi oldalunkról, tehát hogy mi az, amivel mi szeretünk dolgozni, meg mi az, aminek ismerik mondjuk a problémáit. Uh-huh. És erre fel tudjuk készíteni a felhasználót. De nyilván előfordul, hogy a felhasználó beruházott valami eszközbe, ami azért nem volt kevés pénz. Ugye tudjuk, hogy ezek a kütyük nem mindig olcsóak, főleg ha sokat vesznek belőle. És ott az igény, hogy de már pedig ezt valahogy fel kéne használni. Ott viszont ami nagyon fontos, hogy el kell magyarázni, hogy mik a határok. Tehát mi az adott funkcionalitásnak a limitációja. Tehát ha valaki fúrás-faragás nélkül akar valamit csinálni, meg lehet oldani, viszont vannak limitációk. Vannak dolgok, amiket el kell fogadni, hogy azt így akkor nem lehet megoldani. Valamint gondolom, erről ejtettünk itt a felvétel előtt egy pár szót, hogy bizonyos termékek kifutóban vannak, tehát egy pár év, és egyszerűen nem lesz rá terméktámogatás, gondolom, akkor a ti oldalatokról is megszűnik az egész, mert hát ha nincs gyári terméktámogatás, akkor... Hát ilyen esetben ugye, tehát hogyha van egy termék, aminek ugye megszűnik a gyári támogatása, az nyilván számunkra rendkívül nehézé teszi a támogatást. Ezért szoktunk bizonyos helyeken, ahol tehetjük, például tasmotásítani, mert a tasmota ugye egy open source megoldás, és ezért is fókuszálunk az open source megoldásra, mert most vegyük a legrosszabb esetet. Home Assistant lehúzza a redőnyt. Azt mondják, hogy abandoned a projekt, belekezdenek egy tök új
dologba. Viszont mi már ugye elég sok időt fektettünk Home Assistantba, látunk fantáziát ebbe a megoldásba, és nem biztos, hogy egyik pillanatra a másikra át akarunk térni egy teljesen újra, aminek mondjuk megint kell 3-4-5 év, hogy felfusson. Akkor mivel open source, mi tudjuk folytatni. Tehát tudunk használni egy olyan verziót, amit eddig használtunk, ha hibát találunk benne, magunknak ki tudjuk javítani. Nyilván nem ez az ideális eset. Viszont azzal, hogy nyílt forráskódú, ez a lehetőség adott. Tehát nem függünk egy beszállítótól. A hallgató kedvéért a Home Assistant az a keretrendszer, amire épül az egész okos otthon nálatok. Így van. Tehát van több ilyen rendszer, ez a Home Assistant. Ezzel kapcsolatban jött ilyen kérdés, hogy mivel ugye ez nyílt forráskódú, tehát open source az egész rendszer, hogy mennyire biztonságos. Tehát az open source az általában azt jelenti nagy többség számára, laikusok számára, hogy mindenki fejleszthet rá mindent. Viszont ilyen szempontból meg nem tudják, hogy mennyire biztonságos kívülről. Ez úgy működik a Home Assistant esetén, hogy ugye van egy alap központi része a terméknek, ami ugye ki tud egészülni további, hogy mondják ezt magyarul, custom komponenset, tehát ez a valaki más által fejlesztett külső pluginekkel. Most az a lényeg, hogy a belső core rendszer az egy nagyon szigorú szabályrendszer alapján működik. Magyarán ez azt jelenti, hogy ha én akarok valamit hozzá fejleszteni, javítani, akkor nagyon szigorú szabályokon kell, hogy átmenjek, hogy azt én be tudjam rakni, vagy magyarán szóval be tudjam integrálni a központi részével. Tehát van egy felső check, aki lecsekkolja a ti fejlesztéseteket. Sőt, ez odáig megy, hogy van ennek egy automatizált gépi része, ami ellenőrzi a kódnak a minőségét, hogy teszteled-e, stb. Meg van emellett ugye a humán része, aki szintén ugye átnézi azt a kódot. Ugye a code review. És ugye ebből fakadóan van az, hogy maga a rendszer nagy valószínűséggel van annyira biztonságos, sőt én kimerem jelenteni, hogy szerintem még biztonságosabb is, mint egy kevésbé ismert zárt rendszer, mivel mindenki használja, mindenki látja a kódot, tehát ott van előttent, így biztos, hogy előbb-utóbb valaki ki fogja neked javítani, és ez az előbb-utóbb ez valószínűleg napokon belül történik meg. Tehát sokkal gyorsabban, pörgősebben történik a fejlesztés, pörgősebben lesznek kijavítva az esetleges biztonságkritikus problémák. És én egy kicsit szembe mennék ezzel a képzettel, ez nem annyira okos otthon téma, de ez nagyon sokszor megkapja az ember, hogy de hát ha nyílt forráskód, akkor mindenki látja a forráskódot, akkor ezzel vissza lehet élni. Most ennek nyilván van egy olyan aspektus, hogy persze, igen, viszont ennek van egy hatalmas előnye. Azáltal nyílt a forráskód, hogyha talál benne valaki egy úgynevezett sebezhetőséget, akkor azt biztos nem csak ő találja meg, hanem nagyon sokan, és a közösség egyből ki tudja javítani. Míg hogyha egy zárt forráskódról beszélünk, akkor ott nagy valószínűleg egy hacker mondjuk ugye megtalálja a hibát, és a cég, aki a szoftver, lehet, hogy ők is megtalálják, de ugye ők már ott aggódnak, hogy milyen lesz a marketingje ennek, stb., és ők nem fogják ezt publikálni. Még egy nyílt forráskódú rendszernél arra mérget vett bárki, hogy egy GitHub issue biztos lesz rá, GitLab issue, és egyből fel fogja kapni a közösség, hogy na most itt egy hatalmas hiba a Home Assistantban mondjuk. Még ugye például nagyon jó példa a Spectre és a Meltdown az Intelnél, ahol legalább, nem tudom, 2 évig az Intel titkolta, pedig tudta, hogy van egy ilyen hiba a processzoroknál. És ugye azért titkolta, mert próbálták kitalálni, hogy mi lesz a workaround, hogy kommunikálják ezt majd az ügyfeleknek, stb. Ilyen ugye egy nyílt forráskódnál nincs, mert teljesen nyitott. Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy tehát a nyílt forráskódú termék esetén brutál őszinteség van. Tehát egyszerűen nem teheted meg, hogy nem vagy őszinte, mert ott kint van minden az asztalon. És értem, hogy a keretrendszer ilyen, de a benne keringő adatok, tehát például amit a kamerarendszer lát, amit ti beköttök meg ilyesmik, ahhoz való hozzáférés sem tud így működni? Bocsánat, még egy szóval. Tehát a kínai cuccok, amikkel árasztják a piacot, meg mindent, annál az a legtöbb félelem, akikkel én beszélgettem, hogy hát a kínai szerverre mennek az összes adat, meg minden, és hogy ettől nem fognak beüzemelni egy kínai, hiába olcsóbb sokkal. Most ez azt hiszem, hogy a legjobb, hogyha egy példán keresztül megyünk, tehát hogy mondjuk adott a keretrendszer, és te mondjuk azt mondtad, hogy Xiaomi eszközöket szeretnél használni, mert hogy az viszonylag olcsó, elérhető, gyorsan hozzájutsz, és pikpak össze tudod kattingatni. Na most maga a Home Assistant az nem fog hozzáférni a
ezekhez az érzékelőknek az adataihoz, hogy te most mit tudom én, elmentél a konyhába, mert ott van mondjuk egy mozgásérzékelő, vagy kinyitottad az ajtót, mert van egy nyitásérzékelőd. Ha ténylegesen attól félünk, hogy a kínaiak, tehát egy kínai szerverre landol ez az adat, arra is van megoldás. Tehát például mi úgy szoktuk csinálni, hogy van a Zigbee, ugye ez az egyik fajta ilyen vezeték nélküli protokoll. Több fajta is van, tehát ugye használnak Wi-Fi-t, Z-Wave-et, ebben az esetben, ami most a példa a Zigbee. Van olyan megoldás, hogy teljesen lokalizálod a működést. Magyar szóval csak és kizárólag a Home Assistant az érzékelővel kommunikál, és ennyi. Tehát nem hagyja el tulajdonképpen az otthoni hálózatodat. Ilyen esetben gondolom egy központi számítógépet raktok be, egy Raspberry Pi-t vagy valami hasonlót. Hát ebben az esetben az van, hogy igen, a legtöbbször ugye Raspberry szoktunk ajánlani, mert annak viszonylag az árérték aránya, hogy mondjam, kompatibilis a pénztárcával. De van olyan, hogy aki azt mondja, hogy nekem otthon van egy rekszekrényen benne egy Dell, mit tudom én milyen pizzabox szerverrel, tehát nyilván egy teljesen más kategóriáról beszélünk, hogy arra is fel tudjuk rakni. De a lényeg, igen, jól mondod, tehát van egy központi számítógép, most ez egy pici, nagy szerver, stb., sőt, NAS is lehet igazából, és arra ugye felkerül a szoftver, és onnantól kezdve csak és kizárólag ott marad az adat. Tehát és ilyen esetben gondolom nektek azért van távoli hozzáférésetek karbantartás miatt. Igen, és ezt akartam kiemelni, hogy ugye a kínai eszközöknél nem igazából az az elsődleges, hogy ők biztos, hogy ellopják az adatunkat. A kínai eszközöknél az a problémásabb rész, hogy ugye az, hogy ők betartják a GDPR-t a kínai szervereken, az megkérdőjelezhető. Mert nyilván egy szerver, ami Kínába található, most ott az európai joghatóságnak nem lesz sok ereje, hogy ott most le kell törölni az adatokat. És ez ugye, tehát ezt úgy oldják meg kínai cégek, hogy bemutassák, hogy ők megbízhatóak, hogy általában mondjuk a felhőszolgáltatást használnak, Amazon, Azure, stb., és akkor használják az európai régiót az európai ügyfelek adattárolására. A jelen esetünkben nekünk van ugye távoli hozzáférés, amit mi adunk az ügyfeleinknek, ugye a Home Assistantnak van a nabukásza, mi ehhez képest adunk egy saját Yabune Home távoli elérés szolgáltatást, és nyilván ránk vonatkozik a GDPR, mint ugye Európai Uniós országban alapított cég, és megvan a megfelelő adatvédelmi tájékoztatónk, ahol az ügyfél meg is nézheti, hogy milyen adatokhoz férünk hozzá, miket meddig tárolhatunk, és ami nálunk tárolt adat, azt nyilván bármikor lekérdezheti bárki. Uh-huh. Ez van, amelyik kínai szolgáltatónál működik, aki Európával jobban megvetette a lábát, valamelyiknél nyilván annyira nem működik. Szóval mi ilyen szempontból a törvény oldalán állunk, tehát, hogy transzparencia szerintem itt a legfontosabb. Annyival egészíteném ki a dolgot, hogy érdemes ketté választani, amikor adatot tárolunk. Tehát ugye például kérdezted, ugye Zsolt, kameraképet, ugye az volt a példa. Igen. A kamerakép, mondjuk készül egy kamerakép azért, mert van mondjuk egy mozgásérzékelés. Maga a kamerakép azaz a felhasználónak a saját otthoni rendszerén marad. Tehát az a mi távoli szerverünkre nem mentődik el. Tehát, hogy erre nagyon odafigyelünk, tehát, hogy ami nálunk tárolódik, azok az adatok, amik ugye a telepítéshez, a karbantartáshoz szükségesek. Illetve nyilván néhány személyes adat. Uh-huh. De ettől függetlenül, ahogy a Gyula is mondta, ahhoz, hogy jól működjön a rendszer, ahhoz, hogy a szolgáltatást tudjuk adni, amit adunk, ahhoz szükség van ahhoz, hogy hozzáférjünk a rendszerhez távolról, nyilván ugye a felhasználónak az engedélyével, és nyilván ezen a ponton akaratlanul is, de hozzáférünk azokhoz az adatokhoz, amik ugye az okos otthon rendszerből jönnek. Mi van akkor, ha jövő héten elüt titeket az autó, vagy lezuhansz egy léghajóval, egy léggömbbel, Ezek egészen magas valószínűségű esetek, de... Nem utazunk ugyanazon a léggömbben. Tehát nálunk van szigorú szabályozás erre, tehát a Yabune tagok mindig külön repülővel, külön autóval utaznak, a vonatnál is azért próbáljuk a külön vagont legalább tartani, biztos. De viccet félretéve, ez egy teljesen jogos, és a legtöbb nagyobb ügyfelünknél általában ez szokott felmerülni, mint probléma. Mi egy új cég vagyunk, körülbelül 2 évesek. Igen, a honlapotok alapján 2019. Így van. Igen, és nyilván a nagyobb cégek, amikor ugye megkeresnek minket automatizálási feladatokkal, stb., akkor ők mindjárt azt mondják, hogy oké, de itt berakjátok a rendszert, leszerződünk, adtok támogatást, de mi van, hogyha 2 év múlva ti megszűntök létezni? Ez nem hinném, hogy elő fog fordulni, de ki tudja, lehet, hogy egy meteor lezuhan és pont a mi házunkra,
vagy arra a régióra, de erre én azt mondom, hogy reméljük, hogy nem. Igen, reméljük, hogy nem, de a lényeg az, hogy mi a rendszert alapul úgy építjük meg, hogy ez elműködik magába is. Tehát home assistantra épülünk, tehát igazából a felület az egy home assistant, amiben mi beleraktuk az automatizációinkat, meg raktunk köré automatikát. Mondok egy jó példát, most vezettünk be az új verziónkba egy olyat, hogy a nyitó felületen van egy kártya, ahol a felhasználó, tehát a kártya címe az az, hogy probléma bejelentés, vagy hiba bejelentés. És a felhasználó beleírhatja a kis nyűgét, tehát mit tudom én, a komódon a lámpa beragad, vagy a feljáróban nem égve marad a világítás, stb., amit ugye automatizáció vezére, rákattint a mentésre, és az nekünk egyből kilő egy üzenetet, és mi arról e-mailt kapunk, és egyből az automatizációink egy Jira-ba egy ticketet létrehoznak a felhasználóra. És akkor ugye nem kell telefonálni, tehát volt olyan felhasználónk, aki azt mondta, hogy hát már 2 hete nem működik a világítás. Miért nem szóltál? Ja, nem akartalak titeket zaklatni. De ezért találtuk ki, hogy valószínűleg egy ilyen felület, és eddig a tapasztalat az, hogy rendkívül szeretik, tehát hogy elég sok ilyen tikitet kapunk apróságokra. És mit tudtok kezdeni a bocsánat, hogy ezt mondom a hallgatók miatt, de a hülye ügyfelekkel. Mindenhol vannak. Tehát aki a végletekig macerás és halára basztott. Végtelen türelem, ez az első hozzávaló. Másodszorban ugye az a tendencia, amikor van egy ilyen típusú ügyfél, hogy van egy pont a telepítés vagy a kommunikáció során, amikor így hirtelen elfogadja azt, amit javaslunk. Eddig ezek voltak legalábbis a tendencia. Legyen az azért, mert elkezd működni a rendszer, mert látja, hogy van értelme, mert élménye van belőle. Tehát, hogy előbb-utóbb eljutunk arra az állapotra, még egyszer hangsúlyozom, rengeteg türelmmel, hogy úgymond stabilizálódik a helyzet, és mondjuk nem minden egyes utolsó pici hibáért küld egy hiba üzenetet nekünk. Ez adáig szerintem működni fog, meg működik, amíg kvázi ez az okos otthonos dolog még újdonságként hat. De amikor már a mi generációnk részére megszokott lesz, akkor szerintem előjönnek majd ezek az emberek. Akkor kezdünk majd egy másfajta kevésbé őszinte, vagy kevésbé nyílt kommunikációba, de jogos. Én egy dolgot még, ha megengedtek csak a Gyulának a monológiára, hogy, tehát, hogy ha elütne minket az autó, vagy a busz, azt azért tudni kell, hogy nálunk van egy olyan vonal, hogy elkezdtünk alvállalkozókat beszervezni, amely alvállalkozók nem feltétlenül csak villanyszerelőkről vagy valamilyen szakiparosról beszélünk, hanem vannak fejlesztői a vállalkozóink, és van egy ilyen rövid távú terv, hogy amennyiben sikerül jutnunk egy olyan fejlettségi szintre, úgy akkor ezek az alvállalkozók is át tudják tőlünk venni majd a céget. Mondom még egyszer, úgy, hogyha bármi történik. Hát vagyis nem a céget, hanem a rendszerek karbantartása. Értem. Tehát a céget nem adjuk át az alvállalkozónak, de igen. Jós. Tiszta sor. Jós, elnézést. Mi a jellemző nálatok? Inkább meglévő épületek okosítása, vagy inkább új épületek? Ezt most megnézek, akkor ezt most megnézem. Nem volt még 2 egyforma. Tehát, hogy... Mindig más. Mindig más. De a válasz az, hogy inkább meglévő. Tehát inkább a meglévő ingatlanokat nek a felújításával, vagy miért, bocsánat, okosításával találnak meg minket. De van új építésű is. Az új építésűben nyilván az az előny, hogy sokkal szabadabb és nagyobb mozgástérünk van. Volt egy pár éve egy tervezési munkám, ahol abszolút felokosították a házat, gyakorlatilag a falakon kívül nem maradt meg más. Viszont ott még ezt a buszos rendszert alakították ki nagyon-nagyon sok millióért, meg egy kurva nagy szekrénnyel, tényleg több-több millióért, de ez jó pár éve volt, ez 5-6 éve volt. Ennek még van jövője? Látjátok ennek még azért, vagy... Jó, ez egy érdekes témakör, mert hiába mi vezeték nélküli rendszerekre alapozzuk a megoldásunkat, de például a Jabune csapatán belül is azért van 2 tábor, másfél. Tehát ha a vezetékes rendszereknek van egy előnye, azok általában stabilabbak. Ez igaz. A vezeték nélküli technológiák régen fontos, tehát mit tudom, pár évvel ezelőtt azért sok gyerekbetegséggel küzdöttek. De hogyha ránézünk a trendre a világba,
IoT, Narrowband, Zigbee Marsjáró. Zigbee, akkor Matter, a nagy cégek ezt összeállnak egy alliance-é, hogy vezeték nélkül technológiákba standardizálják, stb. Mindkettőnknek van például telkós háttere, tehát alapból tudjuk, hogy a vezeték nélkül technológiák eléggé fontosak a mindennapjainkban. És azért egy mobiltelefon hálózatnak azért stabilnak kell lennie. Mert itt nem arról van szó, hogy nem érem el a kislányom, vagy az anyukám, vagy stb., hanem amikor valaki mondjuk egy vészhívószámot hív a mobiltelefonjáról, annak át kell mennie. Tehát, hogy ott garantálni kell a minőséget. És ez zajlik az okos otthon eszközöknél, úgyhogy én ezt inkább úgy forgatnám, hogy a buszos rendszereknek még mindig van jelentősége, de csak azok a buszos rendszerek maradnak hosszú távon életben, amelyek vezeték nélküli megoldásokkal bővíthetőek. Mert a vezeték nélküli megoldások kezdik elérni azt a szintet, hogy stabilitásban már felveszik a versenyt a buszos rendszerekkel, és kivitelezési költségben meg... Igen, épp ezt akartam mondani, hogy a honlapotokon van egy jó pár példa így okosítással, és úgy nagyjából úgy visszaosztogattam a dolgokat, ilyen 20 000 forintra jön ki egy-egy szerelvénynek a felokosítása, vagy egy-egy szkenáriónak a felépítése. Azért egy buszos rendszer az már évekkel ezelőtt is több millió volt, tehát nem hiszem, hogy lejjebb ment ennek a költsége. Az ár biztos, hogy nem megy le. Tehát a buszos rendszernek tényleg az az előnye és hátránya egybe, hogy amikor úgy tervezed és építed a házat, hogy buszos rendszer, akkor az ott benne lesz. Tehát nem is tudom, itt volt egy ilyen régebbi ház, amiben pont beszéltem egy telepítő kollégával, ő Loxont telepít általában, és mondta, hogy bement egy házba, és okos otthon volt. De 80-as években épült a ház. Uh-huh. Okos otthon. És ott nem az volt, hogy még buszos rendszer se volt, hanem ilyen relék voltak berakva, de mindenre. És azokat lehetett mint egy távirányítóval vezérelni, stb. És akkor nyilván azt ő ott kicserélte, de ott az például tök érdekes, egy 30 éves ház, vagy nem tudom mennyi, és, vagy 40 most már, és ott működtek a relék. Tehát a bevezetékezett házban benne van az a lehetőség, hogy működik, viszont ha megnézünk egy mostani azért buszos relét, nagyon hasonlít a vezeték nélkül relékre. Tehát maga a relé része az nagy valószínűséggel ugyanaz. Igen, ez lett volna a következő, hogy gyakorlatilag én, amikor 10 évvel ezelőtt építettem a házat, akkor nekem még bőven kellett mélyített dobozokat berakni a kapcsoló, még hogy beférjen egyáltalán majd valaha ezek a cuccok, amik most 10 év múlva léteznek. Mit tudtok kezdeni azzal az épülettel, ahol nincs mélyített kötődoboz? Hát nyilván ez egy kellemetlenebb helyzet. A megoldás az lehet, ugye, hogy nyilván vannak ugye rendes kötődobozok, vagy tényleges kötődobozok ugye fent ugye a felső síkjában a falnak. Egy opció lehet a padlástéren, ugye ezeket el lehet helyezni. Tehát van alternatíva, ahova el tudod helyezni ezeket az okos reléket. És ez a vezetékek újrahúzásával is jár? Ugye ez megint csak ugye attól függ, jó mérnöki és válaszképpen. Amennyiben, ugye, tehát egy okos relének, egy úgymond standard okos relének ugye 3 kábel kell. Ez, tehát ugye nagyjából ugye, tehát földfázis 0. És persze van olyan okos relé, ami ez mondjuk csak kapásból 2 kell. Tehát amennyiben mondjuk a villanykapcsoló környékén van legalább egy darab konnektor, akkor jó eséllyel olcsón meg lehet úszni a húzást. Mert ugye csak összekötöl és tiéd a világ. Ha minden kötél szakad, tehát tényleg azt látod, hogy itt nem lehet okos relével játszani, akkor jönnek elő az alternatív megoldások, mint például okos izzó, tehát hogy nem maga a fizikai kapcsolót alakítod át egy okos kapcsolóvá, hanem ugye az izzót, vagy a lámpatestet, és ennek megfelelően ugye bármilyen más permutációban okosítod. Nyilván ezeknek is megvan a hátránya, mert hogy aki kevésbé intuitív egy okos otthonra is fog, és lekapcsolja a lámpát, akkor onnantól nem lesz okos a lámpát. Igen, épp ezt akartam mondani, hogy az áramot megszüntetted, onnantól kezdve meg kell várni, hogy felbútol, stb. Így van, tehát ezek kellemetlen tények. Volt egy ilyen kérdésünk a Facebookon, hogy létezik-e felmérés arra nézve, hogy az okos otthon szolgáltatásai közül, rohadtul visszhangzok, melyiket használnak leggyakrabban a felhasználók, és miket építettetek be feleslegesen, mert szinte soha nem használják. A kérdés elejét még egyszer feltenni, ne ragadj. Hogy mik a leggyakrabban használt okos otthon szolgáltatások? Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem, tehát hogy messze-messze a fűtés-hűtés az, amit a leggyakrabban, legalábbis számomra ez érződik. Most nincsen pontos statisztikánk, de szerintem ez az, amit de majd lesz.
Tehát ez, ami a legtöbben kérnek, ezen belül is inkább a fűtés az, ami nagyon erős. Utána jön de a... várj egy pillanatot, mit értesz fűtési okosításon? Mondok egy példát, mondjuk van egy családi ház, cirkó kazán, padlófűtés. Ugye alapvetően a legtöbb esetben van egy komputerem, úgymond buta termosztát, ami nyitja-zárja a kazánt, és ennyi. És jó esetben be van szabályozva a padlófűtés, de ez mondom a jobbik eset. Ehhez képest van egy olyan alternatívád, hogy azt mondod, hogy a padlófűtés ugye az körökre van osztva, és te azt mondod, hogy minden egyes kör, vagy bizonyos körök, azok ugye egy-egy zónát képeznek le, ami által tehát te meg tudod mondani, hogy az egyes helyiségeidet külön-külön milyen hőmérsékleten szeretnéd fűteni, és vagy hűteni. Mondjuk ebben az esetben persze nem lehet a hűtést külön. Bocs, hogy közben szólok. Én pont ezzel vagyok úgy, hogy ezt nem szoktam ajánlani a ügyfeleknek, mert hogy egy lakáson belül, tehát egy termikus burkon belül rohadt nehéz tehát különböző hőmérsékleteket előállítani. És ezt el is fogadom. Itt, ahol vagyunk most a mi házunkban, gyakorlatilag három blokkra felosztható a ház, tehát itt három zónát ki lehet alakítani, mert ki lehet alakítani akár 5-6 fokos különbségeket. De egy normál családi házba a válaszfalakkal nem tudsz határolni. Így van. A hűtést azt értem, mert a hűtés az más, én most csak a fűtésre. Fűtésre ezt el is fogadom, mert szerintem ez egy teljesen jogos komment. Pont emiatt van például az, hogy van egy most egy aktuális kivitelezésünk, ahol mondta a tulajdonos, hogy ő minden helységet szeretne, és mit tudom én, van 12 kör, fűtési köre. Uh-huh. És mondtam, hogy szerintem fölösleges lesz, se anyagilag nem fog visszajönni, se komfortérzemben. És végül az lett a megoldás, hogy a két szivattyú, ami ugye a földszint meg az emeletet ugye elválasztja, és külön meghajtja azt a két úgymond nagyobb rendszer, magát a szivattyút, a két szivattyút vezéreljük, illetve a kazánt. És akkor technikailag úgy működik a rendszer ebben az esetben, hogy amikor fűtési igény van az adott zónában, földszint vagy emelet, akkor szólunk ugye a szivattyúnak, hogy induljon el, kezdje el ugye pumpálni a vizet, majd X idővel szólunk a kazánnak, hogy kezdje termelni a meleg vizet. Uh-huh. És technikailag ezzel úgymond okosabbá lehet tenni a fűtést. Hogy tudtok versenyezni a készen kapható például ilyen szolgáltatások? Tehát van a komputernek például van a az E-szériája, Q4Z zónavezérlője. Igen. Amiben gyakorlatilag magyarul feliratozva ott, hogy hülye gyerek, ide kösd be a termosztát egyet, ehhez tartozik az a kör, ami kapcsolja ezért, közösen kapcsolja ezért, 14.000 forint, 18.000 forint, és kész. De a Q4Z-nek van egy nagy hátránya, hogy kötöd rá a mobilodra. Jogos. Na most ezzel kapcsolatban amúgy, tehát a Quantrac céggel egy nagyon jó... Meg nem lehet, nincs visszajelzés. Nincs visszajelzés, plusz ugye csak azon a termosztáton, ugye a Q-szériához tartozó termosztáton, amit ugye hozzá tudsz párosítani a zónavezérlőhöz, azon tudod állítani. Például ugye, amit a Tomi most elkezdett, csak belefagyott a szó, hogy mi a Quantrac Kft-vel ugye partneri viszonyban állunk, ők, akik a komputer mögött állnak, és rendkívül segítőkészek olyan szempontból, hogy ha bármi feedbackünk van, tehát például az E-szériáról vagy a B-szériáról, ugye ezek az okos termosztátjai a komputernek. Most például több helyen belefutottunk, hogy az ügyfeleknél ugye a kivitelezők általában a Q-szériát rakják be, ahogy elmondtad, 14.000 forint, igen. Szóval minden kivitelező kb. Ezt veszi le a polcról, magyar cégtől van, menjen. És ugye a felhasználó meg beköltözik a zsírúj házába, kifizetett érte nem tudom 100 millió forintot, és akkor azt látja, hogy nincs mobilon kijelzett hőmérséklet, hanem ott a falról le kell olvasni, meg ott nyomkodni kell. És akkor a felhasználó mondja, hogy hát ő szeretné a mobilján, vagy egy tabletet szeretne a falon, hogy állítgassa, stb. És akkor mondjuk, hát az megoldható. Ugye van az E400RF, vagy a B400RF, amik ugye rádiós termosztátjai a komputernek, és ugye beszéltünk komputernek, hogy nem tudjuk ezt valahogy ehhez a zónavezérlőhez hozzápárosítani, mert nekünk tök elég a termosztát, és vigye a fűtés szabályozást maga a zónavezérlő. Aha. Mondták, hogy sajnos nem lehet. Úgyhogy ilyenkor vagy úgy tudjuk megcsinálni, hogy reléket rakunk oda a zónavezérlő mellé, a reléket bekötjük, és akkor ugye a Home Assistanton átjátsszuk a jelet, vagy pedig azt csináljuk, hogy direktbe, tehát a zónavezérlést mi magunk leimplementáljuk. Tehát magyarul, ha visszaugorva a Tamáshoz, ha fűtést akarunk okosítani, vagy minden, akkor mindenképpen kell valamiféle háttér ahhoz. Tehát amit én mondtam, ez a Q4Z, ez egyfajta... Nem is okosítás, ez csak vezérlés. Az vezérlés. Egy manuális vezérlés, ott van egy rabszolga, aki kapcsolgatja tehát a dolgokat. Tehát a Q4Z az megoldja a zónánkénti vezérlést, de ennyi. Igen.
Tehát helyhez kötött, hogy hol lehet állítani, stb. Ugye mehetünk feljebb bárba, akkor jön a Honeywell, neki van már kvázi okos megoldása is, zónavezérlő, plusz ugye hát, szabályzórendszer. Nem gondolom, hogy ez egy okos megoldás. Hát az... Azért, tehát az a Honeywell-nek a saját padlófűtés vezér, van is egy blogpost róla amúgy. A jabunehon.hu-n. Olvastam. Szóval, hogy viccet félretéve, hogy maga az a rendszer amúgy szerintem egy teljesen működő és életképes. De, közepesen életképes. De tény is való, hogy nem minden élethelyzetben hozza azt a működést, amit igazából szeretnénk, hogy látni. Tehát a lényeg az, kevés olyan helyzet adódik, ahol a Honeywell-nek ezt a padlófűtés szabályzós komplett Evo Home szisztemét lehessen használni. De én még vissza akartam oda csatolni, hogy volt az a kérdés, hogy mi a legnépszerűbb. És most ráugrottunk a fűtésre. A fűtés az egy nagyon kritikus, mert a rezsi az sok, meg ezen lehet spórolni, ha nem fűtünk feleslegesen, stb. Van erről visszajelzésetek, hogy mennyit? Számok pontosan nem, de igazából most volt egy telünk az egyik ügyfélnél, ahol full automatizáltuk, szóval igazából negatív feedback nem jött, a pozitívat majd meg kell kérdeznünk, hogy pontosan számba ő látott-e különbséget. Az a baj, hogy ő is akkor költözött be a házba, szóval nem tudom, hogy mennyi viszonyítási alapja van. De az tény, hogy az embereknél a fűtés az nagyon sarkalatos, és az egy olyan időérzékeny dolog is, hogy ugye amikor jön a hideg, addigra ezeknek általában el kell készülnie. Tehát itt az okosításnak is addigra pöpeszül kell működnie, nem lehetnek malőrök, mert ugye, hogyha leáll az automatizáció, akkor hideg lesz a lakás, és mondjuk egy masszív, nagyobb háznak mondjuk az emeleti részét felfűteni, úgyhogy az alagsorban van a kazán, mondjuk nem biztos, hogy annyira egyszerű és gyors művelet. Tehát, hogyha az behűl, nem tudom, 16 fok alá esik, akkor abból lehetnek problémák, szóval ez mindenképp egy kritikus, és az legtöbb embert ezt foglalkoztatja. Viszont, amit én láttam, és ezt már több helyről, hogy amit a legjobban szeretnek emberek, az a mozgáskövetős világítás. És ezt ugye az ember felrakhat ilyen mozgásérzékelős lámpákat, amik szépen kapcsolgatnak, de egy, ormótlanok, kettő, nem lehet őket nagyon szabályozni, maximum egy érzékenységet lehet általában rajtuk állítani. Viszont amikor az embernek van tehát okos égői, okos izzói, vagy okos reléi, amik kapcsolják a világítást, és ezeket kombinálja szenzorokkal. Tehát mondok egy példát, egy lépcsőfeljáró aljába, közepébe, tetejébe teszünk mozgásérzékelőt, nyitásérzékelőket ugye az ajtóknál, és ezeket szépen összekötjük egy központi rendszerbe, mint például a Home Assistant, az Open Hub, a Domotix, vagy a Home Pro-nak a felülete, akkor szerintem egy olyan felhasználói élményt lehet adni, főleg a laikusabbaknak. Tehát én például azt vettem észre, hogy mindenki mondja, hogy hát lámpát fel tudom kapcsolni. Amikor jól be van lőve az automatizáció, akkor elfelejtik felkapcsolni. Akkor az emberek sétálnak otthon, pakolnak a konyhába, és eszükbe se jut, hogy kapcsolják a lámpát, mert az otthonuk azt csinálja, amit kell. Amit igen, akar. Ezt aláírom nálunk is így van, hogy van szerintem a nappaliban 8 fölösleges kapcsoló. Nem találsz rajta ullányomatot évek óta. Így van, és elmondom, hogy amikor ugye én az otthoni rendszeremet azért használom tesztelésre, meg tinkering around, tehát próbálgatok ki dolgokat, ugye, amik eszembe jutnak, és amikor valamit elrontok, ugye nálam is Jabune Home rendszer fut, és most a léteszt verzió, tehát amikor valamit elrontok, hát akkor a customer az egyből jön, és ott nekem vége. Tehát ott akkor éjszakázás van, ez nem működik. Itt a customer a felesége. Csak igen, tehát a feleségem az... Náluk is. Tehát ő amúgy... Tehát legjobb példa, ez nem is olyan régen volt, hogy nagyon fáradt volt a feleségem, hazajött, és akkor próbáltam felvidítani, nyilván ez ilyenkor olaj a tűzre, és akkor gondoltam, hogy így mondta, hogy nem volt idő még a híreket se elolvasni. Mondom, jó, Alexa, flash briefing, léci. Tudtam, hogy megkapcsol. Jó, Alexa, stop! És akkor az a lényeg, hogy tehát megkértem az otthoni asszisztensüket, hogy olvassa fel a híreket, és elkezdett ugye beszélni. És feleségem ezen izé, tehát pattanásig feszült a szituáció, és azt mondta, hogy most azonnal kapcsolt ki, mondd neki, hogy kapcsoljon ki. Nem érdekel, mondd, hogy kapcsoljon ki. Tehát egy mondat, ahogy velem ordibász, már rég ki tudtad volna kapcsolni.
és hát nyilván én nekem kellett kikapcsolnom. Tehát, hogy vannak még ilyen surlódások az okos rendszerbe, de látszik, hogy vannak olyan automatizációk, és szerintem ez adja egy okos rendszernek a lelkét. Tehát, hogy az eszközöket bárki megveheti, az eszközöket bárki felrakhatja, de attól lesz egy okos otthon egyedi és személyre szabott, hogy annak az embernek az igényeit, meg annak a családnak az igényeit teljesíti, akik ott laknak. És azt én önmagamtól nem fogom tudni. Ugye volt egy ilyen komment a Facebookon pont, ahol ugye posztoltad, hogy jó, de lehetne egy lista, hogy mik azok az automatizációk, amik így érdekesek lehetnek. Lehet ilyen listát írni, meg van is ezerféle. Csak amikkel mi szoktunk foglalkozni, meg szerintem a legtöbb ügyfelünknél, ami előjön, az nekünk eszünkbe nem jutna. Az ügyfél mondja, ő ezt szeretné, és így gondolkodunk, én személy szerint egy kihívásnak veszem. Tehát, hogy ő elégedett legyen a végén. Tehát én azt szeretném, hogy amikor nem működik az automatizáció, mert sajnos előfordul, akkor azért hívjon, mert szomorú a család, hogy ez eddig tök jól működött, és most hiányzik nekik, hogy ezt akkor meg kéne csinálni. Akkor egy praktikus kérdés, illetve egy olyan kérdés, ami felmerül. Ha használtok vezeték nélküli mozgásérzékelőt, vagy kapcsolót, vagy bármit, tehát vannak ezek a nyomógombok, és lemerül benne az elem, nálam Humi Pro van összepárosítva rengeteget, az IKEA-nak az okos otthonrendszerével, Xiaomi-val, minden szarral, tehát mindent összevásároltam az ég egyet a világon Fibaro. Akármelyikbe kifogy az elem, akkor újra kell párosítani, tehát újra be kell tanítanom a Humi Pro-val az egészet. Egyrésztről nekem ez nem jelent problémát, csak macera. Tehát a nappaliban lemerült az okos nyomógomb, és hát őszintén szóval én 2 hétig hallgatom az asszony, mire rábírtam magam, hogy kicserélem benne az elemet, és újra tanítom az egész rendszert. Jól bírtad, 2 hét. Jól bírtam, igen. De mi van, tehát ha nektek van egy ilyen ügyfeletek, akkor mit csinálsz? Következőképpen van ez megoldva, a mi esetünkben nem kell újra tanítani az eszközt. Tehát kicseréli benne a 20-32-es elemet, és akkor működik. És megy tovább. Csak egy nagyon, nem akarok nagyon a mélyre menni ennek a rendszernek, de hogy értsük, hogy ez miért van. Tehát ugye legyen a Zigbee, Wi-Fi, vagy Z-Wave protokoll. Ugye alapvetően mi nem a hubokat rakjuk le, hogy most legyen az egy IKEA Truthfish hub, egy Xiaomi hub, mit tudom. Tehát ugye ezek a kis központi, tudod, azok a kis dobozok, amiket mindenképpen meg kell vegyél, hogy a különböző vezetékek... Akár egy okos izzó is működik. Pontosan. Vagy a Home-nak az új nyilván, bridge-ét, ugye, az új eredmény. Nyilván ez jól ki van találva, mert így eladható plug and play az összes okos eszköz, amiket ugye leraksz ilyen szenzorok. Mi esetünkben ez úgy működik, hogy a központi egységben, tehát ebben legyen az egy szerve vagy egy pici számítógép, USB stick, tehát USB kis kütyű, vagy magán az eszközre rá van ültetve egy nyák pluszba, ami fel tudja dolgozni. Het, így van. Csak nem akarok tényleg nagyon a mélyre menni, szóval a lényeg az, hogy ez ugye fel tudja dolgozni a Zigbee-t, meg a Z-Wave-et. A Wi-Fi az ugye adott, mert ugye az a belső hálózat. És a lényeg az, hogy ezzel a megoldással, meg azzal a szoftverrel, amit ugye szintén nyílt forráskódú, mert ugye ez a Home Assistant mellett van, meg lehet azt oldani, hogy ne kelljen folyamatosan újra tanítani az eszközöket. Igazából független a Home Assistant-tól, csak van közös fejlesztő grúp, aki ugye az Zigbee 2MQTT-ről beszélünk, meg az Z-Wave JS. Igen, csak mondom, nem biztos, hogy ez már lehet, hogy túlságosan mély téma. A lényeg az, úgy kell képzelni, hogy van a Home Assistant doboz, mellette van másik még két doboz, ami megérti a Zigbee-t, meg megérti a Z-Wave-et. Aha. És ennyi. És akkor ez a két doboz úgymond felküldi az adatot a Home Assistant doboznak. És ezt most így nyilván mutogatom a podcastbe, de nem biztos. Jó, a Tamás mutogat a kezével, rendkívül látványosan. Jó, tehát én ebből az egészből azt szűröm le, hogy nekem gyakorlatilag minden héten kurva sok izén van, elemes eszközön van. Tehát ha itt körülnézünk, itt is van egy csomó benne. Hobbit. Nekem szinte minden héten van egy elemcserém, újra tanításom. Jól el vagyok veled, de tényleg rohadt idegesítő, amikor ben vagy egy határidős munkába, és tényleg 2 hétig gyakorlatilag a nappali csak a hangasszisztensen működik, majdnem kimondtam megint, hogy elkezdeni trinyálni. És például a gyerek, 8 éves kislány nem mindig szeret az Alexával kommunikálni, mert nem, angolul kell, hanem szereti nyomogatni a nyomógombokat, és ha az le van merülve, akkor nem kapcsolja le a villanyt, hanem ott hagyja, és akkor basszus. Egy kérdésem, ha legyen egy provokatív kérdés, a Home-tól kapsz üzenetet, hogyha lemerült az elem? Igen. Most,
most már újabban. Tehát ez egy pár hónapja jelent meg ez a feature benne, nyomja a push üzeneteket, hogy merül az elem. Már az is, hogy merül, nem csak az, hogy merült, de pont ez a problémám, hogy kiveszem belőle az elemet, tök mindegy, hogy 5 másodperces szabály, vagy akármikor rakom vissza az új elemet, azt újra kell tanítani. Igen. Elfelejt mindent. És ráadásul nem csak a nevét felejti el, hanem a beállított flow-kat. Aha. És, tehát mindent újra kell programoznom. Tehát, hogyha egy kapcsolóhoz van rendelve 10 esemény, akkor mind a 10 eseménybe át kell írogatnom újból az egészet. Igen. Igen. Ilyen szempontból, tehát igazából tudom, hogy volt egy ilyen kérdés, hogy mi miért csak wifi-t használunk, és majd visszatérhetünk erre, de pont hát az elmúlt egy évben azért kezdtünk nyitni más szenzorok irányába, tehát nem, meg más protokollok, tehát mi wifi-vel kezdtük, én ezt így inkább úgy mondanám, főleg vezeték nélküli az irány, első körbe ZVF felem indultunk el, ügyfél miatt első körbe. Egy társasházi vonal. Tehát egy társasházi vonal miatt. Szerintem azt is érdemes sem mondani, hogy miért ZVF volt, mert azt hiszem egy érdekes. Igen, ugye a társasház, tehát azt kell tudni a ZVF-ről, a ZigBee-ről, mi a különbség köztük. Az egyik legnagyobb különbség, hogy teljesen más sávszélességen működnek. Ugye a ZigBee az sokkal közelebb van a 2.4-es Wi-Fi-hez, ugye 2,45 század gigahertzen zümmög a ZigBee, míg a ZVF az ugye egy sokkal old school-abb rádió protokoll, és az a 868,2 MHz itt Európába, 900 valamennyi ugye Amerikába, és ZVF az amúgy azt kell tudni, hogy Észak-Amerikában nagyon népszerű. Tehát az otthon okosítás 2000-es években már ZVF kapcsolók, meg stb. És társasházakban ugye, ahol azért kis helyen, sok lakás, sok wifi router, meg stb. Ott azért a ZigBee eszközök, meg wifi routerek között azért ott már lehetnek packet lossok. Uh-huh. Viszont az ZVF ilyen szempontból jobb, mert ugye egy teljesen más frekvencián zümmög, kisebb az esély az összeakadásnak. Nyilván, hogyha megszórjuk a társasházat ZigBee-vel, azért ott is lehetnek összeakadások, de egy egészen robusztus rendszer, ugye egy nagyon szigorú standard az ZVF, tehát az ZigBee-nél sokkal szigorúbb standard. Tehát szinte hódziher, hogyha rendelsz Kínából egy ZVF-es eszközt, meg van mondjuk egy fibarod, vagy stb., akkor mindkettő nagyon hasonló funkcionalitást tud megvalósítani. Uh-huh. Mert egyszerűen a chip maga, ugye a Texas, vagy a Silicon Labs-től, ugye az egy nagyon strict, tehát azért fizetni kellett, ezért drágábbak is. Ugye még az ZigBee-nél gyakorlatilag nem, nincs így, mert ott van. Nincs ennyire, igen, megkötve a keze a gyártóknak, ott azért lehetnek ilyen misi-mosik, elszállt gondolatok, hogy hogy kell az ZigBee-nek működni. Tehát ott nem annyira tisztázott, hogy akkor a routerrel hogy kell kommunikálni. Igen, csak hogy a hallgatók is értsék, a ZigBee-nél tudsz olyan okos otthont venni például a Xiaomi-nak, ami nem működik akármilyen okos otthon hubbal, hanem csak a Xiaomi-nak a dedikált cuccával. Tehát hiába van az, hogy a ZigBee az egy nemzetközi protokoll, kurvára nem fog együttműködni egymással a dolog. Ebbe is belefutottam, akinek kell, van egy szatyornyi. Eladó itt, boiler szintén. Igen. De ez a lényeg, hogy mi nyitottunk ezek a protokollok irányában, mert megláttuk bennük a fantáziát. Most is volt egy ügyfelünk, aki ő ZigBee-be látta meg a fantáziát, viszont nála is voltak kihívások, mert a ZigBee-ről azt kell tudni, hogy úgynevezett mesh hálózatot alkot. A mesh hálózatot ez talán úgy a legegyszerűbb lerajzolni, mint egy pókháló. Tehát minden eszköz egy metszett pontja a pókhálónak, és igazából nagyjából mindenkivel össze van kötve, ami közepesen igaz, mert ugye az akkumulátorról vagy elemről működő eszközök, ők csak végpontok, viszont ami be van dugva a konnektorba, vagy be van tekerve a foglalatba, ők ugye router, tehát tulajdonképpen ők tudnak mindenkivel kommunikálni, és van a koordinátor, ami vagy egy hub, vagy maga az USB-stick a mi esetünkben. És mi ezt a mesh hálózat, ez nagyon nagy fantázia van benne, mert ugye nem kell lehelyezni hubokat, stb. Ugye a Wi-Fi is ebbe az irányba megy, tehát a Google-nek van például Wi-Fi mesh megoldása is, de most már talán az összes nagyobb gyártónak. De amire ki akartam lyukadni, hogy mi nyitni akartunk ezek a protokollok felé, de nem akartunk elmenni, hogy akkor most berakunk egy Home RF bridge-et, berakunk egy izét, IKEA Throat Free Hub-ot, stb. Hanem ezért mentünk ugye egy sokkal általánosabb megoldás, ott a Raspberry Pink, a P4-es az egy rendkívül erős hardware, az bőven elbír többféle szoftvert is, és vannak nagyon jó nyílt forráskódú megoldások, amik igen, több macera. Tehát ha te most magadnak fel akarod lőni, azért pár éjszaka rá fog menni, mire szépen bekonfigurálod.
De ami mi plusz csinálunk itt a Yabune Home-nál, az az, hogy mi ezt felkonfiguráljuk, a Tomi kitépi azt a kevés haját, ami van, mert azért fogy neki, de bekonfigurálja, leteszteljük, kipróbáljuk, több eszközzel kipróbáljuk, tehát kipróbáljuk Xiaomi-val, IKEA Throatfree-val, Philips Hue-val, ezekkel mind kipróbáljuk, látjuk, hogy mik a problémák, ugye nagy részét a közösség is összegyűjti, tehát hogyha valaki böngészi az internetet, azért talál is sokat, és akkor van ott valami, vagy van megoldás, vagy nincs. Ezeket mi mind kitapasztaljuk, és rendszerbe építjük. És az a rendszer, amit mi már lerakunk a felhasználók, neki már nem kell tudni, hogy ez hogy működik, tehát hogy futnak a szkriptjeink, hogy állítjuk be a Zigbee-t, azt kell tudnia, ha kifogy az elem, kicseréli, minden működik ugyanúgy tovább. Ennek a háttér támogatásnak, vagy háttér dolognak, ennek van gondolom havi díja. Vagy pedig alkalmanként díja. Szóval úgy néz ki a koncepció, hogy amit a Gyula elmondott, maga a telepítés, ugye ez egy alkalmi díj, ez egy egyszeri történet. Ami nem sok, azt én teszem hozzá. Viszont... De nem a legolcsóbbak akarunk lenni, ez is tény, tehát, hogy... Viszont ugye van ugye ez a szolgáltatás része, ugye mit akar a szolgáltatás? A szolgáltatás ugye onnan indul, hogy van távoli hozzáférésünk a rendszerhez, az ügyfélnek a rendszeréhez, ugye erről korábban beszéltünk egy pár szót. Ennek a segítségével tudunk biztonsági mentést végezni, ugye havonta van egy kötelező biztonsági mentés, illetve hogyha változtatunk a rendszeren, akkor mindenképpen csinálunk. Az a biztonsági mentés tömörítve tárolódik a mi oldalunkon le, ráadásul enkriptálva. Vissza tudunk állítani a rendszert, hogyha bármi történik, ugye ez a restore. Tehát a hülye ügyfél belepiszkál, ha bele tud piszkálni. Erre vagy akár ki... elpukkan a Raspberry. Igen, tehát hogyha... Igen is, igen. Tehát ez talán a jó válasz. Bármi történet. Becsap a villám, mert volt ilyen. Pont most volt Veresegyházán egy ilyen esetünk. És ott ugye ott ez a restore, tehát a visszaállítás egy nagyon hasznos funkció volt, mert nem az volt, hogy előről kellett kezdeni a telepítést, hanem oké, kiment egy kollega, bedugta a Raspberry-t, SD kártyák, nyomott két gombot, és kész. Tehát fél óra volt, nem egy nap. Aha. Kettő között. Tehát a skálázhatósághoz ez egyszerűen elengedhetetlen. A következő ugye a maga a frissítés. Itt azt kell tudni, ugye, hogy milyen Home Assistant-ot frissítjük, mellette javítjuk a saját hibáinkat, stb. Erre van egy kifordott procedúra. A jelenlegi megoldás az, hogy a frissítést az úgy végezzük, hogy az ügyféllel egyeztetünk előre. Mert ugye a maga a frissítés egy viszonylag hosszabb folyamat, ami kiesést jelent az okos otthon szempontjából. Tehát mindenképpen szólnunk kell előre. És nyilván ez egy kényelmetlenség, jelenleg ezzel együtt kell lenni. Tehát, hogy... Ja, hát egy telefonnál is, ha jön új update, akkor... Pont ezt akartam. Arra fél órára kikapcsolni. Igen, de itt van egy ilyen apró különbség, azért egy telefonnál szól az iPhone, jön este a frissítés, hajnali 2 és reggel 6 között, approve. És akkor tudod, hogy a telód majd ott valamikor újraindul, frissítés után kétszer annyi CPU teszik, ha háromszor gyorsan lemerül, az már más kérdés, ezért ugye perelik az Apple-t, de az mindegy. De a legtöbb, tehát azt tudni kell, hogy ez a rendszer, amit adunk, ez nagyon személyre szabott. Viszont ennek a személyre szabásnak vannak ilyen kerékkötői. Tehát az, hogy amikor például mi update-elünk a legfrissebb Home Assistant-ra, és azért update-elünk, mert szeretnénk a felhasználóikat azonos verzión tartani. Ez nekünk is könnyebbség, mert mindenki ugyanaz. Viszont nyilván ez egy nyílt forráskódú rendszer, tehát a Home Assistant néha erősen alánk vág. Tehát van egy automatizáció, egy bonyolult playbook, amit kitalálunk a felhasználónak, és ugye, mit tudom én, 3 hónap múlva, amikor update-elünk, kiderült, hogy áttírták azt a komponenst teljesen. Tehát nekünk utána kell húzni ugye a felhasználónak az automatizációját. Ezen dolgozunk, vannak ötleteink, hogy ezt hogy tudjuk gyorsítani. Mi ugye, tehát fejlesztők vagyunk, mérnökök, tehát a mi megközelítésünk, amit lehet automatizáljunk, és általában, ha valamibe azért hibázunk, mert ritkán csináljuk, akkor automatizáld le. Ha valamit sokszor csinálsz, akkor is automatizáld le. Szóval a mi megközelítésünk, hogy mindent automatizálunk, és így tudjuk azt fenntartani, hogy aránylag kis létszámmal skálázhatóak maradunk. Tehát, hogy mi egyre több felhasználót tudunk támogatni, és ez nem azt jelenti, hogy mi belerokkanunk. A saját tapasztalatból kérdezem, hogy például, ha beépítetek egy fibarót, vagy shellit, vagy bármilyen eszközt, annak van egy gyári update-ja általában. Én látom a Homey Promo, hogy mit én 3-4 naponta érkezik. Az automatikusan frissül be annak az eszköznek, vagy nektek kell jóvá hagyni a Home Assistance-en keresztül?
Alapból a Shelly-nél ugye nincs automatikus update, vagyis be, nem tudom, hogy az újaknál az új firmware-be be lehet állítani, szerintem nem. És nem is szeretnénk, ha így lenne. Uh-huh. Mert nagyon sűrűn előfordul, hogy eltörnek dolgok, és akkor van, hogy villog a lámpa, meg stb. Általában az szokott lenni, ez egy tipik mérnöki best practice, ami működik, ahhoz ne nyúj. Tehát általában a firmware-eknél ez van. Tehát volt egy nagyon jó példa, amin ezt mi saját bőrünkön duplán megtanultuk. Tehát voltunk egy ügyfélnél, ahol már rég ki volt telepítve egy masszív Shelly-s rendszer, tehát 30 plusz Shelly relé, tehát egy full családi ház, és villámkár volt. De a villámkár nem az elektromos hálózatba csapott be, hanem a távvezetékbe. Tehát ugye a modemen routeren keresztül minden IP-re kötött eszközt touchra vágott. És akkor nyilván az okos otthon is. Tehát az okos otthonnak ez egy hátránya, hogyha nincs jól leválasztva a hálózatokról, tehát nincs egy szünetmentes vagy valami által leválasztva, akkor ezek elő tudnak fordulni. Azért az zárójában hozzáteszem, hogy a Shelly túlélték. A Shelly mind túlélték, tehát a Shelly-kel nem volt baj, a központ az már nem bírta ennyire jól, de amúgy a központot se kellett cserélni, de például a switchet, amit használtunk, az AP-t, a Wi-Fi-hez, azok mind gajra mentek, így hát nyilván a Shelly-k se tudtak kommunikálni, mert nem volt Wi-Fi hálózat, de amit akartam mondani, hogy akkor már ott voltunk, restore, újra raktuk a rendszert, és akkor ott nézzük, hogy hát Shelly-k már egy 3 hónapos firmware-en vannak, toljuk fel létesztre. Feltoltuk a létesztre mind a 30 Shelly-t, nem jönnek fel Wi-Fi-re. Kimentünk egy órás munkára, és ott vagyunk, és semmi nem működik, mert semmi nincs a Wi-Fi-n. Nézegetünk, kutakodunk, benne vagyunk ugye a Shelly angol csoportban, az öreg Dimitárral már köszönő viszonyban vagyunk, tehát annyiszor zaklattuk Shelly-s problémákkal. És hát így olvassuk, hát mondja Dimitár, hát TP-Link routereknél az új verziónál van, hogy nem tud rámenni a Wi-Fi-re. Mondjuk ez így jó. Mi az opció? Hát mindegyiket reszett, és akkor át kell húzni korábbi firmware-re. Azt le kell tölteni a Shelly fórumról, és akkor ott szépen írtuk a kis szkripteket, hogy kézzel ugye update-eljük a Shelly-ket a megfelelő verzióra, ami működik a TP-Linkkel. Így az egy órából, ami ugye a restore volt, lett egy 4 óra, és azt nyilván nem számlázhattuk ki, mert alapból hát nem kellett volna hozzányúlnunk, tehát az a plusz 3 óra azt így grátis nyilván a mi hibánkból be kellett vállalni. De hogy ilyen szempontból úgy vagyunk ezekkel a firmware-ekkel, hogy csak akkor update-elünk firmware-t, hogyha vagy behozol olyan feature-t, amire szükség van, vagy stabilitás, vagy biztonságírés, ezek nyilván akkor nem kérdés. De amúgy ezeket inkább hagyjuk. Az egyedüli kivétel a tasmata. Tehát azok a rendszerek, ahol tasmatát szupportálunk, ugye mi használjuk a tasmadmin integrációt, nem integrációt, tehát tasmadmin szolgáltatást beépítettük a rendszerünkbe. Aki nem tudná, ez csak a tasmata eszközöknek egy felülete, amin keresztül könnyebb kezelni őket. És az a lényeg, hogy ezeknél az eszközöknél mindig felmegyünk a latest, greatest firmware-re, mert a tasmatánál sok jó feature bejön, és arra ott szükség is van általában. És nagyon nagy tehát az a baj, hogy a tasmatánál az update az ilyen több lépéses, tehát a 6-os verzióról először csak a 7-esre tudsz felmenni, a 7-esről csak a 8-asra, a 8-asról csak a 9-esre, emiatt sokkal jobb, hogyha mindig a létesztem vagyunk, mert akkor, hogyha van valami, akkor tudjuk, hogy egy kattintással fel tudunk menni. Akkor a piszkos része, mit igen. jelent ez egy igen. családi ház szinten? Nem kell konkrét összeg, csak 10 000-ekről beszélünk havi szinten előfizetésre? Még egy gondolatot kiegészíteném, mert egy dolgot nem beszéltünk meg, az az ügyféltámogatás, ami úgy néz ki, hogy 70, tehát maga a szerződés az úgy van, a szerződésben úgy van leírva, hogy 72 órán belül reagálunk az ő hibájára. És ha mondjuk alumínium redőnyvezérők le vannak húzva. Vannak kivételek. Automata vajtóval. Vagy leáll a fűtés december 27-én, akkor igen. Poén, de közben meg valós, tehát hogyha leáll egy fűtés, már pedig volt már ilyen, tehát hogyha van egy annyira egyedi és problémás rendszer, mert van ilyen sajnos, tehát ezzel együtt kell élni. Nyilván egy fűtésnél reagálunk az éjszaka kellős közepén, és hogyha arról van szó, nem akarjuk, hogy megfagyjon a gyerek vagy a család. Na, ez úgy néz ki, hogy 3000 forint havonta. 2999. 2990, de jó, igen. Tehát,
De köszönjük a Tesco-s reklámot. Igen, tehát így néz ki egy havidíj egy családi háznál. Ami fontos, hogy nem növekszik azáltal, hogy skálázódik felfelé a rendszer. Tehát, hogyha neked van egy 40 négyzetméteres panellakásod, vagy van egy 200 négyzetméteres, nem tudom, bővített kádárkockád, a példa kedvéért, ugyanúgy 3000 forint. Mert hogy a mi szempontunkból nem akkora különbséget jelent a rendszernek a bonyolultsága. Ezt azzal egészíteném ki, hogy nem növekszik, tehát a ház méretétől független. Viszont, hogyha vannak olyan extrém egyedi kérések, amikre mi azt mondjuk alapból, hogy ez nekünk nem része az alapcsomagnak. Mondok egy példát. Nem kéri a Raspberry-t az ügyfél. Mi a Raspberry-re tudjuk garantálni, hogy annak a működését tudjuk teljes mértékben felügyelni, és biztosítani, hogy ez mindig elérhető. Nagyon egyszerű ok, a Raspberry rendszerét egy-egybe mi raktuk össze, tudjuk, hogy mi van rá telepítve, tudjuk, hogy milyen scriptek futnak rajta, milyen szolgáltatások. Ezért alapból a felhasználónak erre a Raspberry-re nem is szoktunk hozzáférést adni, hiszen nem akarjuk kockáztatni a rendszer integritását. De előfordul az ügyfél, azt mondja, hogy ő már pedig befektetett egy 200.000 forintos NAS-ba, és ő most nem akar ezért egy Raspberry-ért fizetni. 10.000 forintot. 30.000-et, de igen. De mostanában amúgy szoktuk javasolni az Argon One Raspberry-t, reklám helye. Az Argon One-ról azt kell tudni, hogy ez egy olyan alumínium műanyag Raspberry ház, amiben bele van építve egy SSD bővítőkártya is. És ugye sokan kritizáltak már például a Csináld Magad Okos Otthon csoportban is, hogy USB kártyára kirak izét, Okos Otthon, tehát az izé elpukkan. Nekik mondanám, hogy 3,5 éve nálam ugyanaz az SD kártya dübörög, de tudjuk, hogy ez egy rizikó, és akit ez zavar, tehát akinél ez nagyon fontos, mi az SD kártyás rendszert teljes mértékben támogatjuk, akit ez zavar, annak ajánljuk az Argon One Raspberry-t, mert ebbe egy SSD van, rendkívül gyors, megbízható, az SSD nem fog elpukkanni egy jó ideig. És jól is néz ki. És mi van mondjuk akkor, hogy olvastam a honlapotokon, hogy Reolink kamera rendszert ajánlotok. És mi van? A Reolink az tudtommal kínai és kínai szerverre mennek a cuccok. Így van. Nyilván vannak azok a kategóriák, vannak azok az esetek, amikor nincsen nagyon más megoldás, mert mondjuk a Reolink egy viszonylag jó árérték arányban. Ez így van egyébként. Na most a Reolinknél is ugye meg lehet azt csinálni, illetve azt tudtuk csinálni, hogy ha az ügyfél kimondottan ragaszkodik ahhoz, hogy ő nem szeretné, hogy a kínai szerverre menjen, hogy a Reolink az egy tunnelt épít ki, a SSH tunnelt épít ki, illetve már kicsit túlságosan mély technikai, de a lényeg az, hogy egy direkt kapcsolatot épít ki a kínai szerverrel. Ennek van egy portja. Azt a portot le tudjuk tiltani az ügyfélnek a saját routerében, hogy ne lásson ki. Ellenben ugye mi lokálisan kapjuk el a videó streamet, tehát a videónak az anyagát, a képi anyagot, és utána azt a mi VPN-ünkön keresztül meg tudja nézni. Tehát gyakorlatilag ugyanazt a funkciót megkapja a kínai szerver nélkül. Pontosan. Gyakorlatilag. Tisztes. Tehát van rá megoldás, van rá alternatíva. Teszem hozzá, hogy ilyenből azért elég sok különböző igény szokott lenni. Mondok egy másik példát. Paradox riasztót tudunk integrálni. Tehát meg tudjuk szólítani a Paradoxot. Látjuk a mozgásérzékelőket, nyitásérzékeket, stb. Megmondom szintén, nekem az egyik személyes kedvencem, mert ha van otthon egy riasztód, akkor technikailag neked nem kell felrakni elemes nyitásérzékelőket, meg elemes mozgásérzékelőket, mert a riasztórendszered ott van, és technikailag ezt lefedi neked. Tehát 2-1-ben kis. De van olyan, aki azt mondja, hogy ő neki a Paradox csak read-only, tehát hogy ő csak olvasni akarja az értékeket, de ő nem hajlandó elfogadni azt, hogy a Home Assistant, vagyis a Jabone Home-on keresztül be tudjon riasztani, vagy kiriasztani. Tehát, hogy ezt a funkciót nem szeretnék kivezetni. Ezt csak azért mondom el, mert ahány ember annyi igény az én biztonságkritikai szempontból. Hogyan árasztok a okos otthon kiépít? Tehát van ingyenes konzultáció, azt olvasom a honlapotokon. Gondolom, ott van egy igényfelmérés, elmondjátok, hogy milyen ötleteitek vannak, stb. És ez alapján, tehát mit tudom én, mondjuk darabszámra árasztok? Vagy hogy van ez az egész? Nem. Teljes rendszert vesszük. Tehát, hogy felmérik a rendszert, nyilván nekünk belsőleg van egy ilyen
számítási módszerünk, hogy egy adott rendszer körülbelül mennyi idő nekünk, mekkora effort, stb., mennyi előmunkára van szükség, mennyit kell tesztelnünk, tehát hogyha teljesen új megoldásról van szó, stb. De igazából mi projekt alapon dolgozunk, tehát hogy adunk egy részletes ajánlatot, ahova beírjuk azt az összes megoldást, amit a felhasználó szeretne, és szépen felsoroljuk, hogy melyik számunkra mekkora effort, és ez mennyibe kerülne. És utána a felhasználó azt mondhatja, hogy tehát nekünk azzal nincs semmi problémánk, ha egy felhasználó azt mondja, hogy ez most neki túl sok, kezdjük a fűtéssel. És akkor mondjuk kéri a fűtést. És utána itt olyan 2-3 hónap múlva azt mondja, jó, most csináljuk meg a világítást. És utána még 4 hónap múlva, na jó, most jött az öntözés, stb. Tehát, hogy mi azt valljuk, hogy fokozatosan kell okosítani, meg lehet is okosítani, modulárisan. Ugye, amit az elején mondtál, ezek a buszos megoldások. Ott sajnos az egészet ki kell építened akkor, amikor a házat tervezed. És ez stresszforrás is tud lenni, az embereknek a pénze is általában az építkezés végére fogy el, ugye, amikor az okosítás, hogyha nem az elejétől lett betervezve. Viszont a mi megközelítésünk az, hogy lehet ez fokozatosan. Tehát akkor lőjük be, mi a fő prioritás, meg ő is kicsit ráérez a rendszerre, eszébe jutnak újabb dolgok. Ugye azt kell tudni, hogy az okos otthont azért nagyon kevesen tudják kitalálni. Tehát mi is, aki már azért láttunk jó pár felhasználót, meg felhasználó igényt, tehát mi se tudjuk megmondani, hogy mit okosíts. Tehát ez úgyis adni fogja magát. Mindig azokra kell gondolni, a monoton cselekvés, stb. Ezeket ki lehet váltani, ha nem túl bonyolult. És általában az szokott lenni, hogy berakjuk a rendszert, a felhasználó használja, és akkor utána visszajön hozzánk, hogy srácok, akkor a Hunter beázott, és akkor cseréljük le. Akkor van-e valami ötletetek? Öntöző, tehát öntöző rendszer. Nekem is az van, igen. És akkor, hogy tudtok-e valamit ajánlani? Tehát, hogy nekünk már az is pozitív, hogy a felhasználók elismerik a tudásunkat, és megkérdeznek minket. Tehát általában azt szoktuk mondani a felhasználók, ha nem is akar tőlünk semmit venni, de mondjuk a mi rendszerünkhöz akar bővíteni eszközt, legalább egy e-mail dobjon, hogy mi a véleményünk erről. Igen, ezt akartam pont kérdezni, mi van akkor, hogyha mondjuk te beárazol egy Fibaro füstérzékelőt, most pont azzal szemezek, ami azt hiszem 17 ezer forint volt. Az ügyfél meg a Xiaomi-nak a honlapján megtalálja hasonló füstérzékelő névem 6000 forintért. Tehát, hogy beleintegráltok-e nem feltétlenül szarabbat, de olyat, amit egyrésztről nem ismertek, másrésztről meg nem biztos, hogy pariban van. Ezt úgy választjuk szét általában, hogy amikor, tehát mi csak olyasmire adunk ajánlatot, tehát mi tehát vállaljuk azt, hogy beszerezzük az eszközöket, hogyha az ügyfél szeretné, de az ügyfél is beszerezheti, hogyha cégre akarja venni, meg tudja szerezni olcsóban, stb. Viszont nyilván, amikor mi szerezzük be az eszközt, azért mi vagyunk felelősek. Mind a beépítésért, mind az üzemelésért, stb. Várjál, lehet, hogy nem voltam egyértelmű. Tehát mi van akkor, hogyha te mondjuk nem dolgozol, most nem tudom, hogy nem dolgozol, de mondjuk tegyük fel, hogy nem dolgozol a Xiaomi-nak a mi rendszerével, vagy a Aquarával, vagy hasonlókkal, amik mostanában jöttek ki a piacra, és az ügyfél ezt szeretné beépíteni mégis. Tehát ilyenkor az szokott lenni, mondok egy példát, jó, mert hogy szerintem azzal lehet jól szemmetetni. Van egy jelenlegi megrendelőnk, akinek bekeredőnyei vannak. Na most a bekeredőnyökről azt kell tudni, hogy életünkben nem láttunk még bekeredőnyt. Nem is hallottam még róla. Rádiós bekeredőny. Tehát volt már dolgunk smart home redőnye, volt már dolgunk szomfival sajnos, már bocsánat, de hogy így, tehát Meg lesz is. Tehát, hogy elég sokat lettünk, de például pont a Becker redőnyen nem volt. Ugyanennél az illetőnél, mide a klímával se volt még dolgunk soha. Ilyenkor történik az, hogy amennyiben a megrendelőnek úgymond kötött a helyzete, akkor megindul egy ilyen kutató jellegű kutató munka, ami úgy néz ki, hogy ez technikailag úgymond a saját költségünkre történik. Valamelyikünk leül egy este, elkezdi böngészni a netet, összerakja az alapján az információ, amit talál, berendeli, kipróbáljuk, és hogyha működik, akkor megyünk tovább. Mondom ezt úgy, hogy ha nincsen más alternatíva. Hú, nagyon naivak vagytok. Az elején vagyunk még. Én építészként mondom ezt, tehát amikor engem megkeresnek egy izéből, hogy ilyen házat kell tervezni, és
életemben nem terveztem ilyet, akkor azt mondom, hogy ezt elengedem be az meg, mert mire beletanulok, és mire jön egy következő ügyfél ugyanezzel a dologgal, eltelik 20 év. De ez a kulcs szó. Mert például egy Xiaomi eszköz azért nagyon népszerű. Igen. Tehát, hogyha nem foglalkozunk Xiaomival, csak mondjuk Fibaróval, akkor ugye tehát azért nagyon sok ember bevásárolt. Tehát nagyon sok olyan ügyfelünk is volt, aki bevásárolt. Tehát megnyílt a Xiaomi bolt a Lurdi házba, bement, és minden mozdítható okos eszközből vásárolt. Engem is névről ismernek szerintem. És, de épp ez, hogy amikor ez így van, tehát hogyha mi azt mondjuk, hogy mi már pedig Xiaomi, az nem nyúlunk, akkor ugye elvágjuk magunkat egy rétegtől. És ez nem is egy kis réteg feltétlen. És azért a Xiaomi eszközökkel az van, hogy főleg a hubbal azért az embereknek van baja. Szerintem te is tudsz erről mesélni. Persze. Viszont mi be tudjuk őket rakni annak köszönhetően, hogy ezek nagy része Zigbee-s eszköz. Ezeket mi rá tudjuk kötni a rendszerünkre, és igazából nem lesz közte különbség. Tehát mindegy, hogy Xiaomi-d van, IKEA-d, Philips Hue-d, vagy valami kínai cucc, aminek a nevét se tudod, de Zigbee-n kommunikál, mert a mi rendszerünkben teljesen ugyanúgy fog mindegyik működni. Tehát, hogy stabil lesz, nyilván az eszköznek van egy élettartalma, de azt mi nem tudjuk befolyásolni. Mi van akkor, hogyha a ti általatok üzemeltetett, és, illetve felügyelt és kiépített okos otthont eladja a tulajdonos, és a következő tulajdonosnak nincs szüksége a távoli hozzáférés. Tehát arra, hogy ti szolgáltassátok az egészet, csak működik, mert ő úgy gondolja naiva, hogy működik, ami működik, távfelügyelet minden nélkül, és lemondja az egészet. Ez mindjárt elmondhatja Tomi az ő véleményét. Ilyenben még nem futottunk bele nyilván. Ötletünk van. Hát ilyenkor szerintem elsősorban az van, hogy nyilván, hogyha az ügyfél eladja a házat, reméljük, hogy egy ilyen információcsere zajlik köztük, és az okos otthonnak elmondja, hogy itt a szerződésem a Jabunehommal, itt az elérhetőségük a srácoknak, ha nem működik a világítás, akkor őket hívt. Szóval ez a minimum, amit elvárnánk nyilván, és akkor ez az ügyfél felhív minket, hogy jó, neki nem kell az okos otthon, nem akar havi 3000 forintot, akkor nyilvánvalóan amit tehetünk, az az, hogy átadjuk neki a rendszert, tehát nyilvánvalóan a új felhasználót adunk hozzá a rendszeréhez, amit ő tud használni, viszont onnantól hozzánk már nem tud jönni. Tehát azonnantól az ő Raspberry pálya, azt csinál vele, amit akar, az ő okos eszköze is, stb. Tehát mi ennél szerintem nagyon sokkal többet nem tudunk. Nem is várható el, csak pont emiatt kérdeztem, mert ha viszont meg más szemszögből nézed a dolgot, és ti panaszmentesen végzitek a dolgotokat, havi 3000 forintért, mondjuk azt, hogy 10 hónapig hozzá se kell nyúlni a rendszerhez, ti a háttérben frissítetek meg minden, amiről tulajdonos igazából jó tud, mert a Tomi elmondta, hogy értesítitek frissítéseket, nehogy összeakadás legyen, de ez így átsiklik, mert minden flottul. És 10 hónapos ilyen dolog után ő eladja az ingatlant, és azt fogja mondani az ügyfélnek, a vásárlónak, hogy figyelj, itt van egy problémamentes fizetek rá havi 3000 forintot. Mikor hívtad őket utoljára? 10 hónapja. Mert ti kurva jól a háttérben elvagytok, ízzétek mindent. Tehát egy kicsit más az emberek gondolkodás, azért kérdeztem csak, hogy nem biztos. Tehát ő azt fogja mondani, hogy az még amikor lehet, hogy 10 hónapig én nem fizetek ki 30 ezer forintot, hanem a 11. hónapban fölhívlak téged, hogy gondolom van. Egy dolog, hogy ugye a magában a szolgáltatásban benne van a távoli hozzáférés. Tehát az hudzér, hogy legrosszabb esetben, miután eladta az ingatlant és átvette az új tulaj, egy hónapon belül biztos, hogy észre fogja venni, hogy valami nem kóser, mert nem fog hozzáférni a rendszeréhez távolról. Uh-huh. Tehát, hogy legalább ennyi változás biztosan lesz, ami úgymond szerintem indukálja azt, hogy előbb-utóbb vagy felhív minket, vagy mi vesszük észre, hogy az a rendszer már nem van egy, mit tudom, 2-3 hónapja. Mert ugye közben mi ezeket ugye monitorozzuk a háttérben folyamatosan, ugye a toolnak a neve Uptime Robot, tehát nem egy nagy titok, és nézzük, hogy kinek elérhető a rendszere éppen aktuálisan, vagy mennyire egészséges. Azért most így kicsit így félretéve ezt az okos otthon dolgot, azért egy kicsit rémisztő, hogy mennyi havidíjas szolgáltatásunk lesz a jövőben. És egyre több. Tehát mert ez a jövő. Egy Tesla azt fogja mondani, vagy egy BMW kacérkodik ezzel, hogy hát te szeretnél. Aznek havi 3000 forint az ülésfűtés. Hát vagy több, de igen. De a Tesla is kijött, hogy az új Teslákban, tehát hogyha az önvezetést valaki szeretné, akkor az havi 200 dollár, tehát havi 60 ezer forintért lesz. És akkor képzeld el azt a szituációt. De amúgy, ha belegondolsz, nem olyan hülyeség, mert például te egy hosszú útra akarsz menni, mondjuk elutaztok, akkor arra a hónapra befizeted az önvezetést, és akkor tök kényelmes. De közben, amikor városba rohangálsz, meg mondjuk nem kell.
és akkor nem kapcsolod be. Tehát, hogy van ennek előnye is, de az is tény, hogy azt az extra költséget, amit most megvesz egy új autónál, azt valószínűleg sokszorosan fogod visszafizetni így. Meg ugye azt ne felejtsük el, hogy a világ mondjuk 20 évvel ezelőtt arra épült, lásd PC, hogy mindenki megvette a saját maga kis eszközét, otthon, minden, black box, semmi. Tehát egy nulla kilátása volt a nagyvilágra. Míg manapság már az van, hogy megosztunk. Mindent megosztunk. Legyen az egy szolgáltatás, legyen az egy bármilyen mondjuk egy autós megosztós, egy elektromos, ezek mind ugyanra vezethetők vissza. Sokkal hatékonyabb, skálázhatóbb az, hogy ha adsz egy szolgáltatást, akkor azt úgy adod, hogy mindenkivel meg tudod osztani. Mert akkor onnantól kezdve te, mint cég, jobban fogsz járni, illetve a végfelhasználó szempontjából jóval kisebb költséggel kell számolnia. Mondok egy példát, vékony kliensű számítógépek, megveszed, egy monitor meg valami apróság, vagy egy kis alacsonyabb igényű hardware, egy jobb internet, és onnantól kezdve te a Photoshoptól a nem tudom milyen játékon keresztül bármit tudsz cloudon keresztül. Igen, meg hát ugye, ott van a tárhelyed biztonságban. Pontosan, stb. Pontosan. Stb. És innentől kezdve ugye a cég számára skálázható, neked meg olcsó. Viszont szerintem, amit a Zsolt felhozott, ez egy teljesen jogos pont, és ha így vesszük, nem vagyunk újak okos otthon és havidíj piacon, tehát a Home Assistant-nál is van havidíj amúgy, tehát a távoli eléréspont, ugye a Nabucasa szolgáltatás, az 5 euró per hónap. Uh-huh. És igazából mi kvázi ehelyett adjuk a saját megoldásunkat, kibővítve ugye azzal, hogy felügyeljük is a rendszert. Tehát, nem, tehát ezt nyilván a Home Assistant nem fogja tudni megcsinálni, arra a 100 ezer felhasználóra. Igen, és így most a podcast felvétel előtt visszakanyarodva, hogy magyar piac rendkívül pici. Nem lesz se az Amazon Alexa, se a Google valószínű, ami belátható időn belül magyarosítva. Tehát ilyen szempontból ti gyakorlatilag a magyar piacon szolgáltattok. Igen. Magyarul bármikor elérhetően, tehát ez teljesen érthető, és nem is vitatkozok vele, csak szörnyű az, hogy újságelőfizetés, tehát digitális újságelőfizetéstől elkezdve a tárhelyen keresztül az okos otthon, a kocsi, a faszom. Tehát... Video streaming, Netflix, igen, HBO, Netflix, HBO Go, tehát Spotify. Nekünk is a havi zénk digitális rezsink az valami elképesztő. Nekem még a SoundCloud-tól elkezdve, a YouTube Premium, tehát elképesztő. Igen, de ugye a felhasználó nálunk jelenleg, most nem akarok erre sarkalni senkit, megtehetné azt, hogy nem kéri a havidíj szolgáltatást, és amikor baja van, akkor szól nekünk, hogy akkor erre a hónapra megvenni. Ezen nyilván gondolkodunk, meg beszélünk ugye business development-tel foglalkozó emberekkel, hogy mi a megoldás. Hosszú távon, amit mi szeretnénk, hogy nem csak ennyit adunk a szolgáltatásba, hanem szeretnénk felhő alapú megoldásokat, főleg adatra fókuszálva. Tehát ugye az otthonod, főleg egy okos otthon, az generál tömérlek mennyiségű adatot a szenzorok révén, és mi erre már most elkezdtünk ugye létrehozni egy platformot, ahol mi ezt hoztoljuk kvázi az adatbázist hozzá, meg a vizualizációs felületet. De mire gondolsz, fogyasztásmérésre, meg ilyesmikre? Fogyasztásmérés, energiamenedzsment, de én már tovább megyek, hőigény ugye a fűtés alapján, a mozgásérzékelők, a világítás használata, stb. És amit hosszú távon szeretnénk, az ezekből ugye egy analízis, amit a felhasználó ugye az előnyére tud fordítani. Ez nyilván ehhez szükség van még sok utánajárásra kidolgozni pontosan, hogy ez hogy működjön, de a lényeg az lenne, hogy szépen építenénk fel olyan megoldásokat, amik értéket teremtenek a felhasználónak, és sarkaljuk arra, hogy fizessen elő, mert ezek neki pluszt hoznak, tehát megéri. És amit mondta, hogy mi a magyar piacot lőttük be, hosszú távon mi ezekkel a felhős megoldásokkal, Home Assistanton keresztül szeretnénk kimenni. És vicces sztori, hogy sokszor felmerül ez a Home Assistant Facebook csoportba, hogy vannak emberek, akik pénzért telepítenek Home Assistantot. És ilyenkor ugye a webes közösség eldobja az agyát, leesik az égszíj, hogy egy ingyenes dolgot pénzért ad el valaki. És nem a Home Assistantot adjuk el pénzért, hanem azt a tapasztalatot, meg azt az extra effortot, amit mi azért rakunk bele, hogy ez stabilan működjön, úgy, hogy a felhasználónak nem kell tudnia, hogy emögött Home Assistant van. Na de nem is értem a felvetését az egésznek. Én mocskosú sok pénzt, tehát 6-800 ezeret töltem bele az okos otthonos izébe, aminek a... És ez csak az anyagköltség. És kitanultam a saját Home Pro-mot, hogy kell felprogramozni. Jó izéje van, grafikus felülete, nem egy bonyolult, de több órát beleöltem. Tehát most miért kellene ezt mindenkinek megtanulni, amikor kvázi ennek a töredékéért ki tudja építeni az okos otthont, és
fizeti nektek a tapasztalatért, meg a update-ért, meg az összes többiért a pénzeket. Ez kicsit olyan, mint hogy nem tanulod ki, hogy hogyan kell egy kazánt felszerelni. Igen. Hát vagy, tehát mindenki magának megszerelheti a vízcsapot, ha akarja. Mindenki magának cserélhet olajat az autóba, hát ha akarja. Hát csak ne lepődjön meg rajta, ha nem működik. Hát tehát ne lepődjön meg, ha valami elromlik, meg ne lepődjön meg, ha olajos lesz utána a keze, meg mondjuk neki 3 órába telt, míg hogyha bevinni a szervizt, mondjuk 1 óra alatt megcsinálják. De ami érdekes volt, hogy amikor felmerült ez, és kommenteltünk amúgy erre a posztra pont, akkor ránk írtak Brazíliából, hogy őket érdekelni, hogy a mi rendszerünket ők telepítenék szívesen Brazíliába. És mondtuk, hogy hát egyelőre még erre nem vagyunk felkészülve, hogy nemzetközileg támogassuk a platformunkat, de nyilván cél, hogy egy olyan szintre eljussunk, hogy meg lehessen ezt oldani. Akár tehát helyi alvállalkozókkal együtt dolgozva. Volt egy ilyen szerintem egy kicsit komolyabb kérdésünk, hogy hogyan alakítsuk ki a házban a kábelezést, hogyha új építés vagy teljesen új felújítás van. Tehát mi az, amit javasoltok, ha később okosításra akar az illető? Akkor kezdem én. Hát ugye a mi esetünkben, amit szoktunk javasolni, ez inkább onnan indulnék, hogy alapvetően, amikor egy ilyen helyzetbe futunk, nekünk van egy saját dokumentációnk, ami leírja. Tehát leírja ez a dokumentáció, hogy milyen elvárásaink vannak a villanyhálózattal kapcsolatban. Amit szoktunk javasolni, vagy amit kb. Legelőször leírunk egy e-mailbe, hogy méltet kötődoboz, mindenhova legyen behúzva a fázis 0 föl, tehát mind a három kábel legyen. Mert ez a két mondat szokott általában elhangzani legelőször. Uh-huh. És akkor ezután megyünk egy kicsit komolyabb vizekre, és kezdünk el arról beszélgetni, hogy oké, milyen büdzsével dolgozunk. Tudunk-e arról beszélni esetleg, hogy mondjuk valamilyen félig meddig csillagpontos kábelezésre tudunk-e beszélni? Mert nyilván a mi szempontunkból sokkal kényelmesebb, hogyha van egy nagyobb rekszekrényem, ahol én bedobálom a shelliket, vagy valamilyen olyan eszközt, amivel én szeretnék kommunikálni, mert ugye nem feltétlenül kell shelliről beszélni. Lehet egy tuja, Sonoff, stb. Tehát sok alternatíva van. Ugye ez egy következő vagy kérdés. Vagy esetleg kaméleon eszközöket is bele. Sőt, kaméleon eszközöket is, ugye, mert a kaméleont is tudjuk integrálni, mint nagy magyar okos otthon cég gyártó. Tehát alapvetően ugye így működik ez a beszélgetés, hogy próbáljuk ugye kitapogatni, hogy mi az a határ, az a büdzsé, amiben bele kell, hogy magunkat úgymond illesszük. És ezért nincs egy univerzális válasz erre. Ha van pénz a csillagpontosra, akkor nyilván azt szoktuk javasolni, mert mindenkinek az a kényelmesebb, mert egy központi helyen van. Könnyebb szerelni, könnyebb karban tartani. Ha nincsen, akkor meg ugye méltet kötő dolgozó. Árban van tapasztalatotok, hogy mit jelent a csillagpontos? Nincsen. Hát azt tudjuk, hogy volt egy 100 négyzetméteres ikerház, ugye az egyik fele, és ott az volt, hogy azt hiszem ilyen 220 ezer körül volt a villanyszerelési munka. És akkor mi elmondtuk, hogy szeretnénk. Úgy emlékszem, annyi volt. Tehát elmondtuk, hogy mit szeretnénk, és ez egyből ugrott 440 ezerre. De ott nem csillagpontos volt. Ott nem csillagpontos volt ugyan, de be kellett a nullát húzni, ugye mindenhova meg mélyebb kötődobozok kellettek. Tehát az összanyag költség, a plusz kábelekkel, stb. Azt hiszem volt 75 ezer forint, tehát így lett volna akkor 295, plusz akkor a munkaköltség mondjuk 370, de ugye ő egyből akkor 440, sőt, lehet, hogy a 440 már a végső ár volt, a lealkudott, lehet 600 ezres ár volt az első. Tehát, hogy az a baj, hogy jelenleg még annyira nem elterjedt az okosotthon, és amikor meghallja a villanyszerelő, hogy plusz kábel kell, így kell behúzni, meg ilyen kötődoboz, akkor azért megvastagodik az a ceruza egyből, és ilyenkor például... Előfordul. Hát előfordul, és ilyenkor van az, hogy mi azt szoktuk ajánlani, aki építkezik, és eszébe jut, hogy okosotthont akar, a legelején keressen okos otthonnal foglalkozó céget, a legeslegelején, még mielőtt a falak állnak. És beszéljék át. Legalább tehát vannak cégek, tehát köztük mi is, akikkel ezt át lehet beszélni, és mi szívesen segítünk. Még akkor is, hogyha a végső megoldást nem mi adjuk, de kvázi az összes ilyen cég azt fogja elmondani, hogy legyen mélyebb kötődoboz, legyen kapcsolós a redőnymotor, stb. Mert amikor úgy jön már hozzánk a felhasználó, hogy állnak a falak, ne adj Isten, be vannak szerelve a rádiós szomfi redőnyök, akkor már nekünk ugye sokkal nehezebb, tehát akkor már nekünk is alkalmazkodni kell, mert most nyilván nem fogjuk azt a 15 darab redőnyt lecserélni. Nem is lehet.
Tehát én mindenkinek azt mondom, aki hallgatja ezt a podcastet, és családi házat felújít, vagy most épít, ne várja meg az okos otthonnal az építkezés közepét, most kezdjen el agyalni rajta, nem muszáj az okos otthon kifizetni egyből, nem kell egyből 2-3 millió plusszal megdobni a kivitelezést, de pár százezer forintot költsünk a villamos hálózat kialakítására pluszba, igen. Hogy ez kompatibilis legyen a jövőre való tekintettel, és itt az, ahol mi nekünk szerintem nagy előnyünk, hogy mi rendkívül alkalmazkodóak vagyunk. Tehát nekünk az is jó, hogyha az ügyfél most úgy alakítja ki, és majd másfél év múlva, amikor összejön rá a pénz, akkor belevág az okosításba. Tehát, mint a buszos rendszerrel ellentétben, ahol ugye azért jó, hogyha azt ott már betervezik, és be is rakják. De a legfontosabb tényleg, és ez nagyon jó tanács, mert sok ügyfelünknél belefutottunk ebbe, tehát hogy nyugodtan jöjjenek hozzánk, és sok olyan volt, hogy most építkezik, érdekli az okos otthon is. És mondtuk neki, hogy akkor üljünk le. Még azért nem tudja annyira, meg ki tudja, meg azért drága. Érdekes egyébként, ez nekem már tervezőasztalon fel szokott merülni. Tehát már így én mondom nekik, hogy erre gondolni kell. Tehát legyen egy olyan központi helység, ahová az meg el fog férni egy olyan, tényleg vagy egy rekszekrény, vagy egy olyan kapcsoló doboz, ami nem arról szól, hogy van 10 darab kis megszakítónk, hanem van 50 darab kis megszakítónk, mert ez a mai világ. És ezzel 100%-osan egyettől kérteni. Nekünk amúgy ez a kövirány, hogy ahogy veled is, építészekkel, lakberendezőkkel, belső építészekkel is szeretnénk beszélni, mert szerintem ők azok, akikre a legtöbbször hallgatnak az ügyfelek egy új háznál. Tehát ők, akikhez mennek, hogy ez a szaki ezt mondta, ez szerinted ez jó, és szerintünk az okos otthonnak a tervezés, az tényleg, tehát egy időbe kell, hogy menjen a ház tervezésével. Mert be kell tervezni a helységet, amikor az elektromos hálózatot tervezzük, a kiállásokat tervezi az ember, akkor ott tényleg az, hogy a kötődobozok mélysége befér-e a falba, ugye általában a gipszkarton falaknál ez egyáltalán nem megoldható. Igen, oda kell egy plusz doboz. Tehát, hogy az ott kihívás. Csak két személyes kedvenc, ami mindig szerintem, vagy mindig ezt szoktam mondani, az egyik a vizes helyiségek. Ugye a vizes helyiségeknél ugye magyar szabvány szerint ugye szakítod a fázis is, meg a nullát is. Tehát így kellene ugye a villamossági házatot átadni. Az, hogy ez nem mindig így történik, az egy másik kérdés. De hogy ugye ez például egy okos otthon szempontjából egy igen nagy kihívás, mert hogyha én a nullát szakítom, akkor kilövöm konkrétan az okos elé alól a tápot. Mm. Tehát, hogy akkor onnantól ez nem lesz okos. Tehát, hogy ez például egy olyan dolog, amit igenis előre meg kell beszélni, meg kell tervezni, mert ez ilyen vizes helységeket, hogyha valaki szeretné okosítani, akkor nem tudja azt, hogy a vizes helységben a kapcsoló mögé berakja a kis selét. Aztán nem is szabad igazán. Nem is szabad, mert ugye a vizes helység, mert hogy pára. De hogy értsük, hogy ugye vannak azért előfeltételei ennek a dolognak. De ez nem jelent azt, hogy villamos tervet kell csinálni a házra, csak át nem kell beszélni. Csak át kell beszélni. Meg a villanyszerelőre rácsörögni. Így van, és akkor meg kell mondani a villanyszerelőnek, hogy figyelj, Sanyi, légy szíves, húzd arrébb, és a kötődobozon fogjuk szakítani. Uh-huh. Két darab mosrelével. És igen, és akkor azt ugye meg egy plusz sellivel. A másik kedvenc, és utána hagyom a Gyulát is szóhoz jutni, az öntözőrendszer. Az öntözőrendszernek a vezérlése. Ez egy saját veszőparipa. Tehát, hogy gyakran csinálják azt, hogy a vezérlőt kitalálják utólag, hogy szeretnének öntözőrendszer vezérlést, és akkor ugye azzal a problémával szembesülnek, hogy már csak kint lehet lerakni egy ilyen víz IP-védett kötődobozban, de hogy az csak a falra lehet rakni, stb. És akkor ez milyen kényelmetlen, meg milyen csúnya. És akkor többször el szoktuk mondani egy építkezés során, hogy tervezzenek úgy, hogy egy 6 eres kábelt, tényleg ennyi az egész, egy 6 eres kábelt húzzanak el attól a doboztalól a mágneszelefon, addig, ahol a gépészoba, vagy a rekszekrény, vagy a mit tudom én mi lesz. Ennyi az egész. Mert innentől kezdve az öntözőrendszernek a vezérlését, azt egy teljesen száraz IP-védett helyen lehet tárolni. És akkor nem mondom, hogy elázik, tönkre megy, mit tudom én. Mm-hmm. Az igényesebb is, tehát az igényesebb felhasználók, vagy nem is úgy mondom igényesebb, tehát ahol erre megvan a keret, oda akár szoktuk ajánlani, ugye a Kameleonnál is standard, ugye a KNX kábel, ugye 4 kV-os átütési feszültséggel, amit ugye elvileg be lehet húzni erős áram mellé is, mert olyan a szigetelése, de ha ilyet behúz az ember ilyen helyekre, akkor utána később egy hatalmas könnyebbség, hogyha szeretnénk okosítani, mert az összes vezeték ugye ott rendelkezésünkre fog állni, és tudjuk használni akármire a jövőbe.
Tehát én 10 évvel ezelőtt ezt a házat, ahol most vagyunk, csillapontosan alakítottam ki. Uh-huh. Tehát itt a mögöttünk lévő pincehelységbe fut össze minden. Tehát én gyakorlatilag egy konnektort ki tudok cserélni egy kapcsolóval, vagy viccevel, akármit tudok csinálni, mert minden, tehát minden egyes szerelvény ide fut össze a pincébe. Nekem ez 10 évvel ezelőtt került plusz 300 ezer forintba. Zsolt, megelőzted a... Igen, csak az asszony. Az asszony is ízért utána, hogy mi a picsa került ennyibe. Én csináltam a villanyszerelést, tehát munkadíjat azt nem tudok mondani, de 300 ezerre került be. Padlóba vezetted el? Padlóba. Uh-huh. Mert ugye ez egy nagy trükk, vagy ez egy nagyobb trükk, hogyha például valaki egy padlófűtést, vagy tehát hogy egy új rétegrendet akar kialakítani a padlófűtés miatt, vagy adott esetben van egy álmennyezet. Igen. Sokkal-sokkal olcsóbban és hatékonyabban meg lehet oldani, mert nem kell hornyozni azt a szerencsétlen oldalfalat. Ezt nem értik meg egyébként az ügyfelek, amikor mondják, hogy vasbeton födém, nem kell álmennyezet, mert vakoljuk. De mondom, az meg egy álmennyezet fölé temérdek kábel odafér, légtechnika odafér, minden odafér az ég egyet, hogy szerelhető. Berakjuk a padlóba, szereljed utána, ha esetleg megszakad, vagy bármi. Ez így van. Úgyhogy sok minden. De ez mind tervezés. Tehát nem is tudom, talán a honlapunkon is fenn van, hogy mi a legfontosabb egy okos otthonnál, és tényleg a tervezés. Tehát, hogyha jól megvan tervezve egy okos otthon, akkor igazából az eszköz típusa, minősége az már másodlagos. Igen, megcserélhető az évek folyamán. Hogy... Tehát, hogyha szeretnénk, ha rájövünk, hogy rossz ez a márka, akkor kicseréljük, és ez a nagy ereje a nyílt forráskódú rendszereknek, hogy tényleg kijön egy tök új termék, akkor pikpak meg lesz rá a támogatás. És hogyha az a termék az tényleg egy ilyen aduász, akkor azt be lehet integrálni. És ha van egy termék, ami pedig bevásároltunk előle, és mégsem működik, akkor ki lehet cserélni. De a legfontosabb, hogy legyen megtervezve az a rendszer, legyen kitalálva a koncepció, és utána, hogy ez valamelyik építő elemét ki kell cserélni, az nem egy akkora probléma. Miért pont a Shelly-re tettétek le a voksotokat? Ez egy nagyon jó kérdés. Hát, csak hogy a hallgatók értsék, van IKEA, Xiaomi, Sonoff, Shelly, Vibaro, Aotec, Puya. Megmondom, hogy a Shelly-nél, tehát hogy inkább úgy fogalmaznék, hogy az azon gyártók között, akik ugye okos relét árulnak, a Shelly-t azért választottuk, mert az pedig nagyon, sőt, azt mondom, baromira szimpatikus lépést tőlük, hogy ki lehet kapcsolni a cloudos funkcionálásokat. Egyetlen gomb, kinyomom, nem kell. Tehát, hogy nekem nincs szükségem arra, hogy az ő szolgáltatásokat használjam, kikapcsolhatom, nincs rámerőltetve. Uh-huh. Ez az egyik. A másik az, hogy ugye, ami nekünk nagyon fontos, és alapvetően a rendszernek egy nagyon, hogy mondjam, magvas része, az MQTT. Ez ugye egy olyan protokoll, aminek az a lényeg, hogy úgy kell kezelni, mint egy sort, vagy egy csövet. Bemegy az adat, és valamikor, x időn belül kiveszem azt az adatot. Ez maga az okos otthon rendszerben egy nagyon-nagyon hasznos és jól elterjedt technológia. Technikailag a Zigbee-t, a Z-Wave-et, az összes Wi-Fi kommunikációt ugye MQTT-re fordítjuk le a magunk oldalán. Tehát ez a trükk. Így egységesítünk. Ez az abstrakciós réteg. Ez egy üzenetkezelő, és nagyon sok olyan belső funkciója van ennek a szolgáltatásnak, ami a stabilitáshoz és a robosztusságához hozzáad. Hiszen ő el tud fedni egy csomó eszközből, szenzorból származó hibát. Mondok egy nagyon jó példát, az MQTT, ugye jön a szenzor, ő elküldi MQTT-nek is hőmérséklet értékét, az MQTT-be ez ugye bekerül, regisztrálódik, és az MQTT tovább lövi ugye a Home Assistant fele. A Home Assistant ő csak az MQTT-vel, a brokerrel, tehát úgy hívják, hogy broker, azzal kommunikál. Az az eszköz lehet, hogy lehal, de az MQTT-nek van olyan funkcionalitása, hogyha az Home Assistant őt kéri, akkor az utolsó lementett értéket fogja visszaadni. Nyilván ez nem a legpontosabb, de legalább nincs kiesés a rendszerben. Nem az van, hogy ott van egy nagy N per a felületünkön, hanem ott van az előző mért érték. És ezt például az eszköz ugye nem fogja tudni megcsinálni, mert ő mondjuk eltűnt az éterbe, tehát meghalt. Úgyhogy az MQTT ilyen szempontból nekünk egy nagyon fontos építőkő. Nem az van, hogy csak ettől függünk, viszont jelenleg úgy látjuk, hogy ez adja azt a szintű stabilitást a rendszernek, amit mi megkövetelünk ahhoz, hogy ezt tudjuk támogatni és felhasználóknál. Van-e olyan eszköz, csoport vagy márka, amit viszont abszolút nem tudtok ajánlani? Rossz tapasztalatok vagy ilyesmi alapján? Tehát saját tapasztalat, a IKEA-val
éveket szoptam. Amint megjelent a piacon, én megvettem, az a szenvedés, ami a legelején ment, az valami embertelen volt. Tehát az, az elképesztő. Ugyanez volt a Xiaomi-val, amik csak a kínai piacos cuccaik voltak, és nem EU-s támogatások. Most van, attól függ, hogy honnan, tehát ha külföldről rendeled, akkor, akkor kínait küldenek, ami nem kommunikál az EU-s hábbal, stb. Oda-vissza. Tehát vannak rettenetes nagy szívások. Én úgy gondolom egyébként, hogy az okos otthonnak ezek okozzák a legtöbb rossz hírt. Egy, ami nekem egyből beugrik, mert én nagyon sokat szívtam, ez a háma. Ja, igen. Ismeritek, tudod, hama. Sokan nem tudják, de van okos otthon megoldásuk, szinte mindenük van, wifi-s megoldásaik, ha jól emlékszem, és elvileg smart life-on, vagy valamin keresztül lehet őket integrálgatni, de, de megbízhatatlan. Tehát nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak. Egy másik példa, ami nem is annyira megbízhatatlan, tehát Sonoff-ot mi telepítettünk egész sokat, de mi mindig tasmatásítjuk. Uh-huh. Tehát az azt jelenti, hogy lecseréljük az eredeti gyári firmware-ét a Sonoff-nak, és ugye egy ilyen nyílt forráskódú firmware-t rakunk rá. Nem csinálom, Sonoff-on van, és illetve volt, most már lecseréltem, kiszedtem a rendszerből. Uh-huh. Tehát, tehát maga az eszközzel nincs bajunk. Tehát, hogy nyilván... Jó, csak ehhez meg ti értetek, én meg már laikusként nem fogunk kicserélni. Igen, tehát ezt a felhasználó megint csak nem látja, mert az ő szemszögében a funkcionalitás ugyanaz, meg ugyanúgy néz ki, mint a boltban megvásárolsz. A felhasználói felület az elképesztő. Tehát a, ami hozzá van applikáció, meg, meg az egész, az, az egy elképesztő, egy, egy fos. És nem állandóan ledobál, nem jelentkezik be, beragad. Tehát volt olyan nekem, hogy 47 órán keresztül ment a pincébe szellőztető ventilátor, mert beragadt a Sonoff-nak a relé. És ez milyen kellemetlen? Az nagyon kellemetlen. És zúg, olyan mondom, biztos megy, mert fél órát megy, fél órát ki van kapcsolva, így van beállítva. És mint a tégláknál. Mindig akkor hallgatta oda, amikor épp a fél óra volt. én egyel egészíteném ki ezt a listát, és biztos, hogy ezzel a magyar Somfy Distributor csapatnak nem fogom a szívébe lopni magamat. Én a Somfy redőnyöket nem javaslom. Tehát a Somfy redőnyökről azt kell tudni, hogy... Riktig egy 68. különböző, 68. féle vezeték nélküli protokollt használnak, ennek az a neve, hogy IO Home Control, vagy valamilyen nagyon érdekes neve van. A lényeg a Somfy-nak ugye úgy működik, hogy csak és kizárólag felhős szolgáltatással lehet megszólítani a Somfy márka azonos hubbal, aminek 58 ezer forint a jelenlegi kiskereskedelmi ára, és hát ez a szolgáltatás nem mindig működik. Tehát amikor a feleségem hazajön a kisgyerekkel, és akkor mondja Alexának, hogy akkor húzz fel a mondja a hangasszisztensnek, hogy húzzad fel a redőnyt, és hát a hangasszisztens megcsinálna, ha a Somfy-nak a szolgáltatása elérhető lenne, és mondom, tehát többször már mértem is, elmegy napi egyszer-kétszer kapálni a mezőre 2-3 percet. És mi az a redőny motor, amit tudtok ajánlani? Alapvetően... Smart Home... Itt alapvetően azt mondanám, hogy bármi olyan redőny, ami kapcsolt üzemű, tehát milyen szóval egy fizikai kapcsolót rá lehet kötni. Uh-huh, mert az, akkor tudod releasztetni. Pontosan. A Smart Home-mal az van, amúgy az is egy érdekes sztori, hogy a Smart Home redőnyöknél is két fajta van, vannak a régebbiek meg az újak, a régebbieket Broadlink-el, RF-en keresztül tudod vezérelni. A nem kapcsolósokat. A nem kapcsolósokat. De amire rálát a Broadlink. Amire igen, rálát amire, a Broadlink. Jelenti, vagy az RF-es, tehát a rádiós ja, is. Értem. Aha. Ami nem ugrókódus. Az újabbakat viszont ezzel a DS BIDI modullal lehet vezérelni. Na most ez nálunk egy olyan, hogy mondjam, nagyon jó lenne, ha végre egyszer rászállnám. Ez egy mumus. Egy mumus, mert hogy már két éve próbáljuk beintegrálni a mi rendszerünkbe a BIDI modult. Csak nincs időnk. Nincs idő, meg nincsen rá igény. Mármint igény az lenne a felhasználók részéről, csak a mi oldalunkról nincs meg az a... Tehát magyarul, aki redőnyt akar okosítani, az vegyen sima kapcsolósat, az nem kell RF-es, nem és kell... És erre nagyon dófasz. Kell figyelni, a mert amikor valaki épít egy házat, és motoros redőnyt kér, akkor garantálom, hogy rádiós motoros redőnyt akarnak neki eladni, hiszen azon sokkal jobb a nyereség nyilvánvalóan, mert egy drágább... Én tavasszal akarom felokosítani, azért kérdeztem, tehát ez most ilyen személyes... Okay, tehát akkor kérlek, ne... Viszont nekünk van sok ügyfelünk, aki úgy keresett meg, hogy van 15 redőny, mondjuk, oké, milyen redőnymotor? Hát ő ilyen távirányítós, mondjuk, oké, és akkor már ott forognak a kerekek, hogy akkor most ezt hogy ugorjuk meg, mert ugye, ha kapcsolós, akkor ez egy nagyon egyszerű. Uh-huh. Van egy fizikai kapcsoló, ami ott van a felhasználónak, hogy biztos, ami biztos működjön, mögébe rakunk egy Shellit, Sonoffot, AEOTech-et, teljesen mindegy, egy relét,
és bum, tudjuk okosítani azt a redőnyt. Azt hozzá kell tennem, hogy ugye a tasmata is a firmware tud redőnyvezérlést, de például mi nagyon szeretjük a Shelly 2.5-nek a firmware-ét, mert szerintem a kalibráció az elég jól működik. Nyilván bele lehet kötni, de nekünk a redőny felkonfigurálás Shelly-vel az egy... Ez úgy szokott működni, amikor telepítünk egy rendszert, és mondjuk sok Shelly van egy külön Shelly konfiguráló felületünk. Szerintem, hogyha valaki megnézi a videónkat, amit igen, láttam. Ott látszik is, ugye, hogy benyaljuk az összes Shellyt ugye, a belső hálózaton, és ahol redőny van, ugye ezt nem tudtuk sajnos a videó megmutatni, mert akkor éppen nem volt egy teszt redőny ott az én lakásomban, mert szomfényeim vannak. Szóval, hogy a lényeg az, hogy kijelöd az összes Shellyt, amit szeretnél, rányomsz egy kalibrálás, pif-puf-paf, tehát felfelé-lefelé megy kétszer-háromszor, kiszámolja, mik a végállások, és, uh-huh. és köszöntem. Tehát, hogy technikailag nagyon kényelmes, kézreálló, és ez lett volna egy harmadik indok amúgy, hogy miért a Shellyt választottuk, csak már nem tudtunk ki. Ha valaki akar egy végfelhasználói tehát akar egy képernyőt a falra, amin tudja vezérelni a cuccokat, erre nektek van megoldásotok? Tehát grafikai megoldás, meg minden egyéb? Ez úgy működik, hogy amit mi adunk felületet, az egyrésztről úgymond egy kicsit a mi ízvilágunkra van szabva. Tehát a lényeg az, hogy nem a standard Home Assistant feltét kapott, hanem egy kicsit annál többet. Ami azért is fontos, mert automatikusan bekerülnek az entitások a telepítés uh-huh. során. Tehát automatikusan megjelennek a villanykörtik, automatikusan megjelennek. De ebbe a tulajdonos nem tud belepiszkálni? Mindjárt is ki fog térni, csak annyit akartam még ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez a felület, pontosan hogy ez a felület a laptopodon, a mobiltelefonodon, a tableten, tehát mindegyiken ugyanazt a felületet fogod kapni, mivel reaktív, vagy hogy mondják ezt a frontend, tehát hogy úgy méretezi, amekkora képernyőn, de pontosan ugyanazt fogod látni. De ez ugye nem, tehát ugye ez a Home Assistant-tal jár. Ez a Home Assistant-tal jár, tehát ezt nem mi adjuk. De várjál, ehhez kell egy okos eszköz, számítógép, vagy ilyesmi, de tudtok-e adni egy tabletet a falon? Igen. Persze. Tehát a tesztfalunkon például, ott ki is van rakva, és amúgy ez egy sarkalatos pont, mert nagyon sokszor látom a Do It Yourself csoportban is, hogy milyen tabletet vegyek, uh-huh. hogyha falra szeretném szerelni. És nekünk az volt a tapasztalatunk, hogy azért nem mindegy, hogy milyen az a tablet. Mert hogyha a legolcsóbb tabletet veszük, akkor előfordul, hogy kicsit laggol, amikor húzogatjuk. Tehát a felhasználó élmény sérül, és az irritáló, főleg egy ilyen rendszernél. De mi igen kidolgoztunk egy olyan megoldást, nem azt mondom, hogy ez a legnépszerűbb kérés a felhasználóktól, tehát általában mindenkinek elég az okos telefonja. Aha. De a tesztfalunkon kín van egy olyan megoldás, amit egy úgynevezett kioszk móddal oldunk meg. Ugye ez a kioszk mód azt jelenti, hogy sose kapcsolja ki a képernyőjét az adott tabletnek, és ugye mindig lehet nyomogatni, de például az a király ezzel, hogy rá tudjuk kötni az okos otthonra, és például, hogyha azt mondod, hogy zavar a fény, hogy ott világít, akkor van rá egy automatizáció, hogy kapcsolja le mondjuk este 10 után, vagy stb., és ne világítson, és reggel 6-kor, amikor mozgást érzékel a nem tudom nappaliba, akkor meg újra visszavált aktív módba. Szóval van ilyen megoldásunk, nem a legnépszerűbb jelenleg, De dolgoztunk vele, megcsináltuk. Igazából a saját otthonomra például nem nagyon használnám, tehát én mondjuk nem lakok egy családi házba még, terve van, de ugye egy lakásba azért a telefon által mindig kézügyemnél van, és tehát nem láttam értelmét se a kijelzésnek. Van egy projektünk, amit sokan csinálnak, és szeretnénk mi is beültetni a portfóliónkba, az az okos tükör. Tehát, hogy fürdőszobába előszobába egy ilyen okos tükröt, ahol ugye ott lenne az okos otthon, stb. Ez majd egyszer. Egyszer majd a távolébe van. Integráltok ilyen, hát gondolom, hogy integráltok, mert azok a Zigbee-vel minden szarra működnek, ajtózárak, ilyesmik, tehát bejárati ajtózárak, kapu. Én megmondom őszintén, hogy tehát ha most így sorba haladunk, az okozárakat én elkerülöm. Én nem szeretek okozárat integrálni, én nem, tehát szerintem az már az a kategória, ami nem biztos, hogy látom a racionalitását. Ettől függetlenül van olyan, aki kérte, és meg is csináltuk, tehát, uh-huh. hogy van rá lehetőség, de ha van opció, és látom, hogy lehet a vevővel erről beszélni, akkor én leszoktam őt beszélni erről. Biztonság miatt? Így van, biztonság szempontjából
és nem ad annyival többet, hogy mondjam, összélmény szempontjából, mint az, hogyha felraksz egy nyitásérzék előtt. Oké, tudod, hogy mondjuk kinyitotta ki az ajtót, hogyha meg vannak különböztetve a különböző személyek is, más darab, más különböző RFID kártyájuk van, vagy valami hasonló, de hogy most ugye ez már az igazán véglete ennek a történetnek, mert ugye előtte van, mit tudom én, mondjuk egy Bluetooth-szal, vagy Wi-Fi-vel. Hát nem feltétlenül, tehát ha csak a mi háztartásunkat nézzük, van egy bejárónő, aki jár két. Mondjuk igen, a bejárónő az egy... Van egy ilyen karbantartó kertésrác, aki jön, és mindegyik gyakorlatilag, tehát megbízunk bennük, korlátlanul mászkálunk a házba, de jó lenne az, hogyha mi éppen nem vagyunk itthon, vagy a párom elment a gyerekért, akkor becsukja az ajtót, és akkor bezárul az ajtót. Tehát nem olyan, én mindenképpen ebben gondolkodok, csak így rákérdeztem, hogy integrálható-e, de... Integrálható, tehát persze. Itt nem vagyok a... Tehát én nem látom ezt ennyire negatívan. Tehát nyilván biztonsági szempontból azért az, hogy elektronikára bízod az otthonod, nyilván felhekkelik az okos otthon rendszeret, stb. Az a baj, hogy az okos otthon rendszer biztonságát mi csak egy szintig tudjuk szavatolni. A vége úgyis az lesz, hogy a felhasználónál van a jelszó, felhasználónév. Mi általában minden felhasználónak azt szoktuk mondani, a Home Assistantnál van erre lehetőség, az úgynevezett kétfaktoros autentikációt használja. Az ugye azt jelenti, hogy beírja a felhasználati jelszavat, és utána még a mobilján kell generálnia egy kódot. Uh-huh. Ezt szoktuk ajánlani minden felhasználónak. Most egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány felhasználó tényleg használja is ezt a funkciót. Hát kényelmetlen, igen. Tehát, hogy minden okos otthon rendszerén nem azon kell aggódni, hogy a szoftvert feltörik, hanem hogy a felhasználótól kicsikarják valahogy a jelszavát. És onnantól ugye egy okos zár ki lehet nyitni. Attól nem tartanék, hogy most itt a wifi-re valaki fel fog csattogni, és majd úgy nyitogatja az ajtót, de megint a wifi-t nem mi felügyeljük, az nem a mi hatáskörünk, hogyha a wifi-nek az a, az a kódja, admin, akkor sajnos ezért van szerintem az, hogy a Tamás nem ajánlja, mert egyszerűen tényleg egy sebezhetőség olyan szempontból. De hogyha olyan a felhasználó, hogy tudjuk, hogy odafigyel a biztonságra, tudjuk, hogy a wifi-je nem admin, vagy root, és azt is tudjuk, hogy mondjuk a Home Assistantot megfelelően védi, és használja, tehát mondjuk használja a kétfaktoros autentikációt, mert azt majdnem csak garantálni tudom, hogy rajtunk keresztül nem fogják feltörni a Home Assistantot. Tehát, hogy mi ugyanúgy csak a felületet tudjuk kiajánlani, ott be kell jelentkezni. És akkor nincs szerintem semmi baj ezekkel az okos zárakkal. Nyilván, hogyha elmegyünk nyaralni, én azért azt mondanám, hogy legyen egy manuális zár, amit lehet, hogy csak akkor használ az ember, amikor tényleg elmegy nyaralni, de általában a zárak úgyis, ha valaki be akar jönni, akkor nem az fog számítani, hogy okos zár van, vagy nem okos zár. Tehát az csak időben lassít mondjuk a zár, és ennyi a feladatot. Tehát akkor a riasztó rendszerek is ugye azok nem meggátolják igazából, vagy elijesztik az embereket. Vagy csak értesítés. Szóval én nem vagyok ennyire az okos zárak ellen, sőt, Észak-Amerikában rendkívül népszerűek, vannak jobb márkák. Csak mondok egy alternatívát az okos zárral szemben, és ne is félre. Ja. Zsolt, szívesen segítünk benne, és tanácsot adunk, mert tudunk tanácsot adni, hogyha esetleg ilyenben gondolkozunk. Azt nagyon jó, de hogy egy okos csengő, ami mondjuk egy arcfelismeréssel rendelkezik, majdnem pontosan ugyanezt meg. De ha nincsenek itthon, akkor továbbra is szükséged van egy okos zárra, hogy beenged. Hiába látod, hogy ki van az ajtó előtt, ha nem tudod kinyitni az ajtót. Ezt elfogadom. Ez egy jogos komment. Mit jósoltok jövőből? Tehát a jövőre vonatkozóan az okos otthonok terén. Biztos, hogy tehát rohamosan fejlődik ez az egész, meg kérdés, hogy tudjuk tartani a tempót. Igen, meg zárt rendszer, vagy én is egyébként az open rendszer mellett szavazok, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit láttok ebben az egészben. A okos autóktól elkezdve minden egyéb. Hát szerintem mindenképp a nyitott rendszerekben nagyon nagy fantázia van, és azt nagyon nehéz megmondani, hogy mi az irány. Mert én nyilván szívem szerint az okos rendszerek, tehát a nyílt forráskörű rendszerekbe hiszek, de hogyha nézzük a trendeket, tehát a TP-Link megszüntette a nyilvános API hozzáférést, a Daikin most már csak felhő alapon adja ki, tehát nem tudod lokálisan irányítani. Ezek olyan trendek, amik nyilván negatívan hatnak az okos otthonok
főleg a do it yourself és a nyílt forráskodú rendszerekre. De ezzel szemben ott az Apple, a Google, akik ugye standardizálni akarják ezeket a vezeték nélküli rendszereket. Tehát a vezeték nélküli rendszerek úgy néz ki, hogy egy jó irányba haladnak, és egyre népszerűbbek lesznek. És itt jön képbe, hogyha a vezeték nélküli rendszereket standardizálják, akkor biztos, hogy lesz rá nyílt forráskódú megoldás is, hiszen egy standard, amihez mindenki hozzáfér, remélhetőleg, legrosszabb esetben license díj fejébe. Ezért én azt mondom, hogy a vezeték nélküli rendszerek biztos egyre népszerűbbek lesznek. Az, hogy most hogy fogják hívni azt az aktuális protokollt, tehát Wi-Fi 6, vagy chip, vagy Matter, stb. Zigbee, Z-Wave. Tehát az 100%, hogy ezek egyre nagyobb teret fognak nyerni. A boltok polcain lassan szerintem az Osánba és az Interspárba is tudunk majd venni okos eszközöket. A Lidlben már lehet venni. A Lidlben már lehet is venni. Szóval ez biztos, hogy tehát a consumer oldal az nagyon ki fog nőni. Az, hogy okos otthon lesz-e a közeljövőben, még nem. Szerintem most a fókusz ez a home control irányába megy. Tehát ugye automatizálunk. Még csak az se. Első körben az, hogy nagyon alap automatizáció, de első körben az, hogy applikációról vezérlünk mindent. Uh-huh. Ez még mindig sok háztartásban. Nem féltek attól, bocsánat, hogy félbeszekedtek, nem féltek attól, hogy az okos otthon, mint fogalom degradálódik olyan szinten, mint az önvezetés például? De, most 100%. Minden önvezető, ami basszus két sáv között tudja tartani, aztán közben köze nincs hozzá. De ez már degradálódott, mert minden eszköz okos, amikor annyi van, hogy egy app van hozzá, és mondjuk Bluetooth-on kommunikál. Vagy távirányító. Vagy távirányító, és az már okos. Tehát én... Igen, emlékszem a legelsőre, 10 évvel ezelőtt, amikor ez a 433-as MHz-es három konnektor egy távirányítóval, és kész, és okos konnektor. Szerintem az emberekben lesz egy ilyen paradigmaváltás hosszú távon, és mi ezért is dolgozunk. Tehát itt jön az én szabadságharcos mi voltam, hogy én mindenkivel leállok. Tehát én belemegyek a vitákba, hogy tehát egy eszköz nem csak akkor okos, hogyha tudod távirányítóval vezérelni. Egy otthon nem attól okos, hogy van három távirányítóval húzható redőny, meg egy lámpa, amit mobilról tudok kapcsolgatni. Ez home control. És ez egy nagyon jó dolog, ebbe az irányba kell haladnunk. Tehát minden otthonban ez lehetőségnek ott kell, hogy legyen. Alapszint. De ha megnézzük a Computerm Q-széria, az már fűtéskontroll. Ahhoz képest nem okos. Igen. Tehát attól még az fűtéskontroll. Tehát a home control az még nem okos. És a következő lépés ugye a smart home, tehát a smart home szerintem az a jéghegy csúcsa. De mit értesz most ez alapján akkor smart home alatt? A jelenlegi technológiai fejlettség mellett? Még nem vagyunk a smart home-nál. Mi a home controlt mi próbáljuk a home automation irányába vinni. Szerintem a home control után a köv lépés a home automation, amikor már a legtöbb dolgot magától vezérled, valamilyen szabály és logika alapján. A smart home, már vannak rá kezdemények, meg vannak rá ötletek, az még szerintem annyira messze van, mint az önvezető autó. Aha. Tehát egy ténylegesen smart home, sajnos az ugyanolyan, tehát hogy el fogunk jutni a 99,9%-ig, amikor már tényleg semmit nem kell otthon csinálnunk, mert ahogy belépek a konyhába, már elkezdi melegíteni a vízforraló, ahogy nyúlok a bögréért, már önti ki nekem a kávét a kávéfőző. De ezekben még nem lesz olyan intelligencia, ez még mindig szabályok miatt lesz intelligens. Az, hogy ez ténylegesen smart legyen, az nem lesz egyszerű, szerintem a legközelebb ehhez az Alexák és a Google-ök vannak. Tehát ezek az asszisztensek, akik tényleg megértik, hogy mit akar a felhasználó, és tudsz velük kommunikálni. Szerintem nagyon sokan alábecsülik a hangalapú vezérlést. És amúgy jelenleg szerintem ott van a legdurvább technológia. Tehát mesterséges intelligencia szempontjából. Viszont nagyon zártak. Így van. Viszont nem lehetetlen használni a funkcióikat. Tehát azért vannak olyan nyílt forráskódú megoldások, ahol tudod használni a hangasszisztens mikrofonját, felvenni vele a hangot, és futtatni rá mesterséges intelligenciát. A másik, ahol szerintem bejönnek az okos megoldások, a ténylegesen okos, az például a Ring kaputelefonoknál, ugye ez a személyfelismerés, élőlény felismerés, stb. Ugye mi most nekünk van egy olyan mellékágunk is, ez a kerthez tartozik, az okos üvegház. Ez még nagyon csak bontogatja a szárnyát, azért látunk benne fantáziát, mert ugyanazt a technológiai háttér
az, amit nekünk meg kell teremteni. Ugyanúgy szenzorok vannak benne, mi ugyanúgy home assistanttal fogjuk megoldani, igazából csak a körítés más, és itt már szeretnénk mi például olyat, hogy egy kamerát elhelyezünk, ugye itt a GDPR nem annyira problémás, mert most a paradicsom nem fog szólni, hogy látszik az arca, és például szeretnénk ilyeneket a jövőben, hogy fel van helyezve a kamera, és például azt hiszem a home assistantnak van egy integráció, egy plant book, amiben minden növényről vannak információk. És mi azt akarjuk, hogy a kamerakép alapján megmondjuk, hogy mit termeszt a kolléga, és a termesztés alapján, tehát az információ alapján úgy szabályozzuk a szenzorokat, hűtés, fűtést az üvegházba, hogy annak a növénynek a legideálisabb legyen, és a legjobb termést tudjuk elérni. Tehát, hogy nekem ez már például egy smart garden, mondhatni. És ez kis üzemi alapon, vagy ebben nagyban? Tehát mi gondolom kicsibe kezdve. Kicsibe kezdünk, és amúgy tehát a nagyban ezt azért már csinálják. Tehát azért ez tehát nagyon nehéz újat lerakni az asztalra. Mm. Tehát ezt észrevettük az elmúlt két évben, hogy azért hiába próbálunk innoválni, tehát így görcsöl az agyunk, hogy innováljunk, de biztos, hogy találunk Brazíliába, Kínába, Amerikába valakit, aki már megcsinált valami hasonlót. De ez nem is baj. Tehát ezzel szerintem nincs probléma, viszont mindig van ilyen missziónk, főleg nekem, tehát én mindig hiszek valamivel, és akkor azt szeretném. Tehát az okos otthont is azért akarom, mert itt a technológia. És ne féljünk a technológiától, ne féljünk a mesterséges intelligenciától, ne féljünk az eszközöktől, hanem hagyjuk, hogy ők jobbá tegyék az életünket. Fókuszáljunk arra, ami fontos, ne arra, hogy nem vesszük észre, de naponta 10-20 percek elmennek redőnylehúzás, redőnyfelhúzás, kapcsolók. Én direkt kimértem. A feleségem minden reggel felhúzza a redőnyt, minden este leengedi a redőnyt. Direkt megmértem egy héten, ezzel 30 perc ment el egy héten. Az összes redőnyünket végighúzogatja ilyenkor. Ez nála beidegződés. De ha ezt megcsinálja helyette egy automatizáció, és nem kell hozzá AI, ez egy sima logika, reggel látod, hogy fel kell, akkor felhúzod, stb. Tehát ezekkel annyi időt meg tudunk spórolni, és az a baj, és ez a nehéz az okos otthonban, hogy csak akkor veszik észre az emberek, amikor már nincs. Igen. Tehát annak, akinek nincs okos otthona, nagyon nehéz meggyőzni. Az, akinek már van okos otthona, de elromlik, na ő jön rá igazából, hogy mit veszített azzal, amikor nem működik az okos otthon. Nekem is fönt a galérián van a két asztali lámpa, meg a mennyezeti lámpa, és ha megyünk lefeküdni, elő a szobába, legyalogulunk a lépcsőn, föl a félszintre, és akkor jut eszünkbe, hogy valamelyik lámpa égve maradt ott fönt. Mert akkor kapcsoljuk le a nappaliba, étkezőbe, és akkor látszódik, hogy valami égve maradt. És annyival egyszerűbb kimondani azt a hangasszisztensnek, hogy good night, és mindent lekapcsol a házba. Tehát az összes égve maradt villanyt, a kamera, monitorokat, mindent lekapcsol a picsába, tudja, hogy alvás van, és kész. És amikor én hajnalban mondjuk kijövök dolgozni, akkor mondom neki, hogy én már elkezdtem dolgozni, akkor nekem szépen fölkapcsolja az oda vezető fényeket, bekapcsolja izét, a kávéfőzőt, stb. Tehát ezek annyira jó kényelmi funkciók, és mire én megmosom az arcomat, meg megpróbálok fölébredni hajnali kettőkor, akkor már a kávé fölmelegedett, már csak föl kell kapnom, és húzok föl dolgozni. Igen, és ez, tehát nekünk amúgy ez az egyik legnagyobb kihívás marketing szempontból, hogy ezt az életérzést hogy tudjuk tolmácsolni azoknak, akik ezt még nem tapasztalták meg. És mondjuk akár van is bennük egy kis félsz, nem is talán félsz, vagy ilyen ellenállás ezzel szemben. De hogy visszatérve az üvegházra, hogy ott miért a végfelhasználó, mert én ezzel úgy értem, hogy értéket teremtünk. Tehát azért a mai világban, tehát nekem az is, tehát nyilván cégként is, emberként is fontos, hogy valahogy hozzátegyünk, mert az okos otthonnal ugye tudunk energiagazdaságosságra ösztönözni embereket, stb. Tehát tudunk egy kicsit tényleg zöldebbé válni, de ez azért csak rizsa. Viszont egy üvegházzal, főleg egy olyannal, amit akár valaki a tizedik emelet teraszára is ki tud telepíteni, ugye itt hidropóniás rendszerekről beszélünk, tehát nem kell föld, meg semmi, hanem ugye keringetjük a tápoldatot. És egy ilyen megoldásnál, tehát igazából az ember meg tudja magának termelni a zöldséget, lehet egészségesebben tud élni, több növény lesz ugye az adott régióban. Ugye Németországban, ha jól tudom, van ilyen szabály, hogyha mondjuk egy 1000 négyzetméteres zöld területet kivágnak és a helyére épületet építenek, akkor annak az épületnek összesen legalább 1000 négyzetméternyi zöld területet kell szolgáltatnia. Uh-huh. És az lehet vagy teraszokkal megoldva, vagy a tetőt beültetik. Szóval
és azt hiszem oda egy üvegház, az például egy jó megoldás. Szóval... Te fogod elhozni a Matrixot. Így van. De nem a Matrixot akarjuk elhozni, sőt, szerintem meg messze vagyunk. Tehát engem nagyon érdekel a mesterséges intelligencia, benne vagyok, foglalkozok is vele. Még nem tartunk ott, hogy ezt az okos otthonba be lehessen ültetni könnyen. Vannak már komponensek, akik használják, de például olyat, hogy ráengedek egy mesterséges intelligenciát, és majd ő vezérel minden, az szerintem még nagyon messze van. Egyszerű ok, az embereknek változnak a szokásai. Tehát, hogy van egy időszak, amikor valaki mondjuk húzogatja a redőny, de van, hogy rossz napja van, ilyenkor nem akarja, hogy a redőny lefelmenjen. Tehát ezt még annyira nem lehet kitalálni, viszont a home automation, és szerintem ez az, ahol a legtöbbet tudunk jelenleg segíteni, ez a missziónk igazából, hogy az embereknek automatizáljuk az otthonait, és észrevegyék, hogy tényleg jobb az életük. És nem csak az, hogy távolról meg egy applikációból, ezek tök jó dolgok, de hogy tényleg olyan automatizációkat tudunk nekik csinálni, amikkel könnyebbé tesszük az életüket. És ami, ha nem működik, és ez most nyilván rossz, mert nem jó, ha valami nem működik, de akkor veszi észre, hogy bakker, ez tényleg rohadt jó volt. Ez egy jó végszó lett egy 2 órás podcast végére. Számomra nagyon pozitív meglepetés az, hogy így álltok hozzá a dolgokhoz. Én nagyon sok okos otthonossal beszélgettem, akik ezt az okos otthon vonalat nyomogatják, vagy nyomják, és én e-mailben is, meg kommentben is megkaptam az adás előtt, hogy ne legyek kíméletes veletek. Szerintem jót beszélgettünk, tehát nem marketing, meg nem reklámizó volt az egész, és tényleg ez automatizációról szól, illetve komfortról szól, ahogy ti is elmondtátok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Remélem lesz még folytatás, mert van még egy csomó téma, amiről tudnánk beszélni. Úgyhogy köszönöm. Végtelen. Köszönjük szépen. Köszönjük Gyulának és Tamásnak a podcastet. Kövessétek őket a Jabune Home honlapján. Instagram, Facebook és a honlap. Konzultáljatok velük. Voltak ilyen nagyon durva kérdések, amiknek a felét nem értettem a Facebookon is. Megkérem az úriembert, hogy küldje el nektek a kérdéseit, és fogtok neki segíteni, biztos vagyok benne. Mindenképp. Jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok! Jó éjszakát, hello!